Roller Popper, Csukker, Roller Popper, Moller, szevasztok, Herezacskó fejűek, ez itt a Strákvíz TV, Companiero Maestro, hazaértem, légy szíves egy visszajelzést, hogy jó-e a hang és a kép és minden egyéb hasonló. A mai napon egyedül fogom nyomatni, mint atompicsa ször, osztás-fosztás, lutz és PayPal támogatást kérünk. Kicsit ittam, gyerekek, hát sajnos egy órát csúsztam, ne haragudjatok nekem, tényleg ne haragudjatok rám, annyi kurva sok munkám volt ma, hogy az kurva szar, szóval légy szívesek visszajelzést, hogy hang és videó és egyéb hasonló fasságok, minden kurva jó és egyéb hasonló, és sziasztok, Latobár Birka, Gyula bátyám, Erzsi, Ádám, Kovács, Rorsi, Maestro, Mafhujber és egyéb hasonló muszkuláris avatóvák, szevasztok gyerekek, osszátok, fosszátok a live-ot, ahol csak tudjátok, egy helyen. Na jó, mindegy, azt már nem is érdekel. Tehát ott osztjátok, ahol akarjátok, és legyen minden fasza és királyság. Tehát mai nap sorsolunk úgy, ahogy szoktuk a Strákvíz TV-be. Kicsit elmaradtam, hát igen, sok a meló. Ne haragudjatok érte, gyerekek, de amikor jövök, akkor úgy is sorsolunk, úgyhogy nem hagylak benneteket el cselben. Menjek, papi, gyere, Erzsikém, rágjam ki a csomadáraira. Csomidára, helyzet! Szevasz, Dragon! Nyaljam ki a Herezacskó szűkületét! Szóval gyerekek, igyatok, fosszatok, mert péntek van, luccoljunk azért, jó? Tehát ne hagyjatok cselbe, luci, puci. És most pofátlan leszek, gyerekek. Orionnak gyűjtsünk már egy PayPal, gyerekek. Tehát tényleg Orionnak gyűjtsünk már, mert egy üveg whiskyre, ami kb. Mit tudom, 3000 forint, gyűjtsünk már neki. Tehát mindig azt hiszi, hogy egyedül van, és nem szeretitek annyira, hogy ne gyűjtsünk neki. Úgyhogy gyerekek, rakjunk össze neki 3000 forintot PayPal-on. Tehát ne hagyjuk cselbe Orion, tényleg egy üveg whiskyre szedjünk össze az alkoholista barátunknak. Annyira szeretitek, most hiányzik, de egy meglepetés lesz neki a következő live-ba, ha összejön a PayPal-ra. Neki az a 3000 forint és egy Jack Daniels-t veszünk neki, hogy mindig részeg legyen, amennyi. Tudod, valamilyen szülinapon van, tehát fingom nincs, hogy mi van. Szia! Prehade 4TUR1287! Szevasztok, Alipapi, Kaki, Nyali, Papi, Nyali, Mami, Zacsi! Közben én az így csekkolom, hogy mi a fasz van. Várjátok meg, közben itt állogatom a YouTube-ot, mint atompicsa, szóval azt tudom, hol vagyok. Visszalépek, belépek, megnézem, hogy élő közvetítés van, meg fasz tudja micsoda. Megnézzük, élő közvetítés van Strákvicnél. Csak rákattintok, hogy egy kicsit másképp lássam itt a dolgokat. Elmegyek az alkotó is túlra. Csak közben itt beállítom magamnak, mert annyira idegesítő különben, ahogy néha szokta adni ezt az élő műsort, és ez engem amúgy különben kurva ideges. Mindjárt közben beállítom így gyerekek, aztán pofázok tovább, csak megnézem itt a beállításokat, hogy minden fasza is királyság. Strákvíz TV, élő közvetítés. Jó van, így már nagyon szeretem, jó van, szia, hallasz, szia Takács Szabolcs, sziasztok, osszátok, fosszátok a live-ot, köszönöm szépen a sok lájkot, meg adjél hasonló, szóval Orionnak gyűjtünk egy üveg Jack Daniels 3000 forint PayPal-ra. Amúgy én is kifizetném neki, de lássuk, hogy mennyire szeretitek Orion, de tényleg, ez egy meglepetés neki amúgy. Ja, és Gyula Szappanosnak tartozik Orion egy FV4202-vel, amit nem felejtett el Orion, csak annyira kurva részeg volt, hogy nem tudta, hogy mit ígér, és szerintem még nem kapott fizetést, úgyhogy megígértem neki, hogy a mai napon egy Gyula barátomnak elküldöm azt az FV4202-t, úgyhogy Gyula bátyám, ne essék kétségbe, szia Mr. Grantrar, szia Dragon! Mindenki herre Zacsi, Papi Gali, Papi Meneli, Kaki Zacsi. Szóval Gyula bátyám, ne aggódjál, én ezt neked állom ma. Elküldöm neked ezt az FV4202-t, és azon felül pedig csobbantunk, durrantunk még valami finomságot. Én nem akarom aljába adni egy 8-as prémium tanknál, de van valami, nem tudom milyen kedvezményes faszom tudja a tiketek, de megnézzük, jó? Meglátjuk, hogy mit sorsolunk, kitaláljuk, nem lesz olcsóság, úgyhogy nem kell kétségbe esni. Az a lényeg, hogy azért 50 nézünk legyen meg. Amúgy különben megkaptam, nem mondom ki, ki mondta ezt nekem, nem mondom ki, látjátok, egy csináltam egy szavazást, és kaptam egy olyan megjegyzést, hogy amióta XXX, azóta csak annyi nézőn valakik, akik a sorsolásért jönnek. Na akkor ezt is leszegezem még egyszer így 2018. január 26-án, hogy ez a műsor, értetek van? És azért, mert sorsolunk, bassza meg, tök mindegy, hogy 20 néztek, vagy 150-en, mondjuk nekem jól esik, a 150-en néztek, de annyi úgyse lesz, mert nem tudjuk annyi helyen megosztani, ami érdekelheti az embereket. Tehát a lényeg az, hogy itt bazd meg,
faszom ki van, sorsolunk, érezzétek jó magatokat, a pofázásom véget, ígyatok velem egy sört, hallgassátok. Ott a söröcske, nyáú. Most értem azat, de tényleg elnézést kérek az egy órás csúszásért. Tehát, visszajelzés, minden jó a műsorra, a hang és egyéb reflektív, muszkuláris hematomák, minden fasza is királyság, jó van, akkor nem megnyugodtam, na. Szóval akkor tudti, hogy sorsolunk, mert nálam mindig sorsolunk, és ez így van, és így is marad, úgyhogy ezen nem változtatunk, úgyhogy nem kell kétségbe esni, ha valaki nyerni akar, én a jöjjön! Na, szóval, azt mondja, most már csatázni is kéne, közben ránézek azért a TS-re is pillanat. Valakinek van kedve, bárki feljött a TS3-ról, ott osztogatja, fosztogatja ez a köcsök buzi luccot, nyomjatok gyerekek, és ne felejtjétek el, Orionnak gyűjtünk Jack Daniels-re! Úgyhogy PayPal maximum, minimum, maximum 1 euró gyerekek, amit lehet küldeni Orionnak. Ott van a Strackfeeds PayPal cím, és amúgy luccot is luccolhattok, de már nekem aztán kurva mindegy, ha nem jut eszetek be magatoktól, szarjátok le az egészet, nem számít az egész, csak oda raktam, mert miért ne? Tehát tudjátok, hogy nálam a live-ok nem is arról szóltak, hogy tarháljunk. De hát Orionnak a tarhálunk, nagy mennyi fizessem a viszkiért, geci! Na, szóval Csoki Karika sem tud itt lenni. Ő is egyéb elfogadságokkal küzd, azt hiszem edzésem van, vagy nem tudom micsoda. És Orion tényleg valami szünnapon ünnepel, bár amúgy úgy volt, hogy ő itt lesz, és nyomatja velünk, tehát nem lesz semmi gond. Nem megy a Lucz tesó, miért nem menne? Hát be vagyok lépve, geci! Mindjárt megnézem, hogy mi a franc aludsz. Lehet, hogy alapból nem megy. Ja, mert látom, hogy sok streamer váltott másra a Lutz helyet. De egy akkor szarni, bele szól a zene, bazd meg. Szarjuk le a Lutzot, egyre a picsába a Luci puciba. De akkor kit tiltott ki, bazd meg a Nightbot? A Nightbot még mindig köcsögösködik. Na szóval gyerek, akkora nem megy a Lutz ott a PayPal. Elő a pénztárcákkal gyerekek, 1 eurót Orionnak, gyerünk! Pörögjön gyerekek, ne vicceltek már 1 euróban meg. Orionnak Jack Danielsre gyűjtünk. Na szóval közben aztán megnézzük, hogy be kéne menni csatába, és már annyit pofázok már lesz, ha váltok, veszek egy prémium napot. Veszünk gyorsan egy prémium nap, hogy azért jól toljuk. Vásárlás, yes of course. Kettőn fogok énekelni, geci! Nem akarok énekelni gyerekek, mert mindenki keresztbe fog zakkanni. Hello, sziasztok, sziasztok, Tomi Sawyer! Tom Sawyer! És mindenkinek, aki szereti, szevasztok, halipapika, kinyali, papinyali, mami, zacsi, amúgy támogatás van ott, én extra nézzétek, ott van valami chat ablak. Super chat, ott is lehet ilyen super chatre szponzorálni, nem ismerem amúgy, nem tudom miért van ott. De tiszta vicc az egész. Szevasz baszó gép, csoki kaki nyali, mami papi zacsi, mami nyali. Gyerekek, osszátok, fosszátok, mint atompics a szőr a live-ot, akár Goodbennél, bárkinél, ahol gondoljátok. És csak azért is, mert hát ha valakinek kedve adódik egy kis nyeremény beszerzésére. És még egyszer megjegyzem nektek, minden műsorban meg fogom jegyzeni nektek, hogy respect for respect az összes streamernek, aki jelenleg folyamatosan sorsol, mert egyre több van, és láttam, és néztem, és tök jó volt, és rohadtul jól esik amúgy különben, és örülök neki, hogy így állnak hozzá a srácok, nem, gyerekek, nem nézettség miatt sorsolunk, hanem azért, mert de kurva jó fejek vagyunk, és a bot társadalom által definiált konstrukciók által muszkuláris hematomát szubjektíven próbáljuk elhatárolni az élő eseményektől. Tehát ez azt jelenti, hogy strákviszosan nyomassátok a sorsolást, ha csak egy nap prémium napot, ha csak hármat, ha csak hetet, ha csak harmincat, ha csak egy évet, vagy fél évet, vagy három hónapot támogatok, már az is tökéletes a játékosoknak. Szevasz, Szabikám! És mindenki másnak a kizárt, már hová, szia, a műsor, mi volt? Köszi, Márk! Köszönöm szépen, jól vagyok! Jelenleg kicsit késtem, még egyszer elnézést kérek tőletek. Jó van, fogy a sör, az is ipol a sörös üveg. De majd lesz ebből még nem ulas. Tehát látjátok, a Nightbot megint köcsögösködik, tolja a atompicsa szőre ezt a szart. Na, lássuk az első csatát! Hát a szokás. Skorpióval fogunk bedurrancsuk. Durrancsuk be. Van ott arany mennyiség, úgyhogy prémium napokat mindig tudunk vásárolni egy stream elérére. Tehát úgy gondolom, szia Lívia, üdvözöllek, mit étesz, dír?
Tehát a lényeg az, fészkam. Ja, láttam, igen, Gyula, hogy fél, hagyjátok már fészkam. De nem hiszem, hogy te az én pofámra vagytok kíváncsi, miközben iszok és itt dőzsölök benne. De pazd meg, tényleg most már tényleg illen az a fészkam. Rudi bácsi is mondta, hogy pazd meg, hát csapassuk neki ezerre ketten, de nyomja be egy fészkapot. Hát, nem tudom, legy. Nagyon izgulok, a fészkamnál izgulok, folyik a nyálam, meg a csipám keményedik. Nem tudom, majd megbeszéljük. Na jó, mondom, toljunk egy goldot, aztán meglátjuk, hogy mi a fasz lesz ebből a csatában. Azt tudom, hol vagyok, látok előre arca. Ja, hogy igen, itt ez a megbaszós rész lesz. Itt jobbra kéne elvileg mennem. Aha. Hát, faszom öccse. Hát ez így elég szar lesz, nem tudok én sem lucot küldeni. Aranyosak vagytok, alasszín, hogy a luc beszart, úgyhogy majd ránézek, keresek egy másik szponzorációs oldal, de nem annyira fontos. Ott a PayPal! Erzsikém! Persze, jöhetsz majd, de egyelőre most szólóba tolatom, mert teljes mértékben kész vagyok, úgyhogy ilyen állapotban nem nagyon tudok kommunikálni, szerintem még emberekkel se, nem hogy magammal. De legalább annyira örülök, hogy gyorsan be tudtam lőni ezt az egész streames dolgot, és ígéretemnek megfelelően már is megérkeztem. Kicsit késéssel bejegyzést oda nyomtam gyorsan a Facebookra, hogy késni fogok, mert hát sok a meló. Sajnos sok a meló, nem sajnos, amúgy kurva jó sok a meló. Úgyhogy na mindegy. OBS Studio kívül használsz még valami strakvicem? Takikám, használok, kérlek szépen az OBS-en kívül egy, hát megvettem elvileg egy Gamescom-os történetet, egy ilyen közvetítő ugyanúgy, mint az OBS, csak egy kicsit durvább a szituáció. Bármi nem nagyon merültem bele, mert elég komoly a dolog, majd egy kicsit tanulni kell belőle, hogy mit kell használni, de kurva jó lesz. Tehát ez tényleg nagyon ultra picsa szörös a közvetítős tudsz. Szóval, adok bankszámlát, ahova lehet utalni. Taki Szabi, de cuki vagy. Nekem utaljatok, bazd. Orionnak gyűjtünk. Viszkire. Várjátok, ott láttam egy FV-t. Azt kell küldenem majd Gyulának. Gyere föl, FV, légy szíves. Ez a 9-es stíl, hát ez egy szopóág. Aha, mert már szembe is van. STRV és turovó. De miért pattant le? Hát itt tök kemény voltam, mint az állat! Nem akarom, hogy eltalálj, mert van egy M53! Ászacu! Ászacu! Ászacu Klájen! Gyere föl kutya! Gyere föl! Nullas ebzés, hát ez strakvicos. Na mindegy, megyünk tovább. Ott a Kubi. Hoppá! 52-es muszkuláris hematóma! Hát én szerintem úgy elszintült a következő meccsen is térdem fog állni. De mindegy, jövünk egy kicsit elő. De ez most miért De várj, ez most ratyi volt. Ez most ratyi volt, miért pattantam le? Vagy miért nem találtam el? Amúgy gyorsan tölt a kis göré. Fú, bazd meg, kilőtte a finnyigomat. Hát, javítok. Kicsit visszább jövök, mert nagyon bátor voltam. Nagyon bátor voltam, de mindjárt várjál, majd úgyis feljönnek. Úgyis feljönnek, ez a kis kalapszara, lőszerre keszem is van, get. Hát az amúgy is volt, csak szét van baszva. Nem tudok javítani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nem tudok javítani. Jó van, nem baj, szóval. Nem baj, megyünk tovább, mint Atom Picsa Szőr. Halli, szia Robi, szia Tomi, és mindenki vásárol. Tudtam, te rohadt strici M53! Hogy nyaljam ki a lábad közül a szardarabokat, hát hihetetlen bazd meg ez az arti. Jó, akkor visszavonulunk, mert már különben szétlőtték mindenemet és a vesém is vérzik. Visszavonulok! Oké. Tudjátok mit fog csinálni? Semmit bazd meg. Elmenekülök innen a retkes picsába. Körbe megyek a GV felé. És meglátjuk, hogy a 22 másodperces töltésemmel mi a fasz tudok csinálni. Erzsikén még nincs szakasz, még útra belül. Rohasikám, tartozol egy bocsánatkérésen felém is különben, hallottam, hogy Szenyával mi történt, hogy valahogy nem találtad a ritmust, és egy olyan megjegyzést tettél, ami nem igazán volt emberi méltósággal teljes, úgyhogy ide is majd egy elnézést kéreket elfogadok, jó? Mert így utólag értesültem a dolgokról, nem néztem a csetet a múltkori live-ba, úgyhogy azt azért elvárom tőled, és légy szíves, még egyszer ilyet Rolsi, nem, mert nem ezt várom tőled, jó? Tehát azért, ha valakinek szar napja van, a ne a Strakvist streambe hozza be. Itt mindenki pajti, és jófej, és izé, és holiday, úgyhogy ezt ne nagyon műveljük még egyszer, Rolsikám, jó? És megint bekaphatod a faszomat, hogy ilyenkor itt vagy, de tényleg nem tudsz felvergődni, tehát azért, na, mindegy. A lényeg az, megyünk tovább, azt mondja, a Sturert kiszed.
Jó van, de még egyet oda tudtam tolni egy vereségre, nem baj, get. Hú, de kemény az az AMX-30, a baszom anyád. Na szóval, hol tartunk, ott tartunk, a bent tartjuk, a lent tartjuk, szevaszok, halipapika, kinyali, papinyali, mami, zacsi, nyomatjuk ezerrel, mint atópicsa szőr, osztás, fosztás a live-ot, ahol csak tudjátok, ha nem tudjátok, azt se szar, leszarom az egészet, igazából nem számít, ha itt vagytok, az nyer, aki itt van, aki nem, az meg nem nyer, úgyhogy nagyjából nem fog ezért görcsölni. Szóval, amúgy meg különben annyit kérek tőletek, hogy megosztottam az új strákficódat, meg az ilyeneket, ha kirak egy posztot, az lájkoljátok már, mert olyan szarul érzem magam néha, hogy nem nyomtok rá semmit se, valamit az oldjuk meg. Szóval, és még egy extra sorsolok amúgy különben, ha meg lesz 100 lájkunk. De komolyan. Mert miért ne? Mert miért ne? Mert miért na ne ne? Na 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 ne. Szóval mit meséljek nektek? Most nem akarok, nem. Amúgy rohadtul nincs kedvem ezzel játékkal játszani, csak miattatok vagyok itt, hogy sorsoljunk, de majd mindjárt bebolondozok egy ilyen, egy lorannyit ide, ebben a hülye artival bemegyünk, aztán elkezdjük pöckölni a népet majd. Akkor máskor megyek, papi, mert nem sokára mennem kell. Ó, Erzsi. Semmi baj. Jó munkát vagy egyéb hasonló muszkuláris hematomát kívánok neked. Igen, elnézést kérek tőled, és elvitt a lendület, néha előfordul. De Rorsi, bazd meg! De Rorsi, bazd meg! Azért valakinek a halott apjáról. Na, érted? Tehát, na, érted? Azért nem korrekt. Tehát nekem mondjuk úgy vették volna a muteromat, mert beteg, hogy az hitták volna, amiről, tehát szerintem átlépek a monitoron, tehát ezt hanyagoljuk, tehát ez ultra durva volt, Rorsikám, jó? Tudod, imádlak, szeretlek, meg izé, de egy kicsit bisschen, zurück, ja? Szóval ez ist zu viel. Na mindegy, túl vagyunk ezen is, Piti Laci küldött nekem egy level cső, ha van hely szakaszba, szólj, Lacikám, persze, hogy le, majd dobj egy szakasz meghívót egy kicsit később. Most még egyelőre kipofázom magamból, ami történt velem azóta, amióta nem voltam, de igazából nagyon nem lett semmi. Ori nem lesz ma Kiki Gamer, úgyhogy ha valaki Orit várja, vagy Szenyát, az nem lesz, mert tudom, csak akkor van stream, ha Ori és Szenya itt van, mert ők viszik a streamet. Ezt már megkaptam egy olyan embertől, aki inkább nem mondom ki a nevét, nincsen vele semmi bajom, imádom, szeretem, de hát megkaptam azt, hogy azért nézik a streamemet, azért vannak itt, mert Szenya és Orion van csak itt, és őket nézik, és ők csinálják a műsort, de ezen már túl vagyok. Lényeg az, hogy Strákvic itt van, majd sorsol nektek, osszátok, fosszátok a live-ot, tudom úgy, hogy osszátok, le van szarva, szarni bele szól a zene. Csak ne a Strákvic oldalon osszátok meg, hanem ahol tudjátok. De mindegy, hát ha valaki nem akar nyerni, az nem akar nyerni, nincsen ez sem. Amúgy semmi kontaktom nincsen a streamerekkel, Tiborkára néha ránézek, feliratkoztam rá, mert nem vagyok bunkó régi barát. Ő nincs rám feliratkozó, szerintem. De mindig benézek hozzá, és valami Long Dark nevű játékkal játszik, a gyerekek ultra szar, ne haragudj Tibikém, de annyira szar az a játék, bazzai, hogy én megvettem is ilyen, és fél óra alatt így vissza is igényeltem a Steambe az árát, mert hát én nem tudom, szerintem ilyen 1980-as évekből csináltak játékot, és egyszerűen egy idő után már olyan unalmas, hogy úgyis megdög lesz, mert ilyen halsz, meg ilyen hülyeségek, meg nem tudom, tehát nem, amúgy sem szeretem ezeket a nagyon ilyen FPP-s módos játékokat, vagy hogy mondják ezt, belső nézet, és csak azt látod, a fa ott mozog, meg mit tudom, így a legkönnyebb játékot csinálni különben. Azt mondja, te is király vagy, sőt, te vagy a király, és jaj, Sanyi, köszi, Latabár, aranyos vagy. De nem nyomok, egyedül aranyhorgász nem nyomok, de mindjárt kitalálok egy slágert nektek. Hát nem tudom, mit nyomjak. Nem nyomok sem, nem akarok én nekem, nem szabad gyerekek, mert aztán még az emberek szerintem rosszul érzik majd magukat. Köszönöm, fosztátok a live-ot, szóval tehát mi történt veletek az elmúlt egy hétben, nem volt, amit osztottam, fosztottam a live-ot, de sajnos tolni kellett a munka és egyéb hasonló dolgok miatt, de látjátok, most már azt mondtam, hogy az anyátok kurva picsáját, péntek van, tehát azért mégiscsak kéne csúszni egy rohadt streammel, már nem maradjunk már le ennyivel, mert miért ne. És hát azért egy órás csúszással, de azért megérkeztem, és most már nagyjából kezdem kapizsgálni, hogy nem fog beszarni az OBS. Amúgy ezt a felbontásos fasságot már nem is foglalkozok vele, szerintem ezt már megszoktátok, hogy így néz ki, meg hogy néz ki, meg benéz ki, meg hogy néz ki, úgyhogy le van szarva szarni bele, szól az ene. A másik fele, amiről beszélni akartam veletek, hogy jön ez az új mód VR, vagy mi a fasz. Na most gyerekek, most komoly. Most komolyan. Most ez mi? Milyen VR? Vagy most mi? Most tényleg ennyire futja a Wargaming-t a VR.
Fú, öcsém. Most mi így látjuk majd a saját húgyunkat, hogy fröccsök kifele a nyakon lőnek, vagy... mindegy, tehát... Tanulja meg a Wargaming, hogy... A prémium tankokhoz nem nyúlunk hozzá, basszátok meg az anyátok kurva picsáját. Hát bazd meg, a pénzt adunk ki a prémium tankokra, nem nyúlunk hozzá az anyátok kurva picsáját. Na, hát gyerekek, 30-40 euró egy kibaszottak, miért nyúltok hozzá? Elmondtam Zoli barátomnak a felháborodását, kaptam tőle egy üzenetet privátba, megígértem neki, hogy ezt most én itt be fogom neki mondani. Tehát az anyátok kurva picsáját nyúltok hozzá a prémium tankokhoz, bazd meg, amikor fizetünk érte, köcsögök. Na, ezt megérdemelték szerintem. Szóval azt mondja, hogy menjünk még, menjünk, artizunk. Na, közben pofázok kérdéseket, figyelem közben itt a cseten, úgyhogy ha valakinek van bármi kérdése, azt tegye föl nekem, mert tudjátok, nem vagyok szégyenlős, válaszolok rá. Csata Los Angeles! Hú, megnéztem az egyik kedvenc címet, mi a címe? Skyline. Igen, Skyline volt, Skyline, UFO-s jönnek, az UFO-k elviszik az embereket, kiveszik az agyukat, meg gépeket csinálnak benne, lövöldözek, mint az állat, de megcsináltak a második részét, tehát kicsit gyenge volt, meg sem néztem a végét, de örültem, hogy rádurrantottak a második részére amúgy különben. Aztán mit néztem meg még az elmúlt időben? Hát a Harry Potter-t számtalanszor adják ki Németországban, hát katyad, kegyetlen gyerekek, tehát már oda visszavágom, hogy milyen a szemüveg kerete Harry Potternek, bazd, és milyen fogsora van a B2-es vagy a H2-834 Lukas, bazd meg, tehát tiszta vicc az egész. Halli papi, két sör bekészítve, csapasd neki, szólj, ha mehetek szokaszba, jaj, László bácsi, ha úgy a faszomban ne jöhetné, bárki jöhet, aki akar majd, ezt lemegyem és utána csináltunk szakaszt. Na most beállok ide, mert én nem vagyok nagy arti szakértő, de azt tudom, hogy úgy kurva picsán fognak itt lőni engem, mint a retkes szar. De mindegy, figyeljetek, beállok ide. Nem a bokorba, hanem csak éppen, hogy a bokorba. Megnézzük, hova tudok segíteni, nem vagyok nagy artis. Azért egy-egy buff nem olyan szar, ne. Á, de jó, ha persze, nem olyan szar, de milyen buffról beszélünk, buffról. Hát ide nem tudok belőni, de odaig. Oda már nem, de a hegyre igen. Csú, hát ez jó kezdődik ez a meccs. Nyomjunk be nekik ide egy rat. Ha-ha! Mi van, kiskutya? 0-2, bazd meg, szopjuk a retkes faszt. Hú, ezt ki kéne lőnöm onnan. 15 másodperc, olyat beledurrantok a fejébe, hogy kiszakad a szája. 10 másodperc, maradj ott, Pisti. Mennyi életed van? 8-50, várjál, becélozzunk. Megyünk fejrege. Ohoho! Jó van, öcsém! Fogyóba vagy! Azt kéne még eltalálni ezt az MT-25-t, és akkor a spottereket kidurrantjuk onnan. Ó, bazd meg, és észrevett! De hogy? Jaj, várjatok, káosz van! De hogy vett észre? Ah, hát ennyi volt, nem már! Ilyen jó spotterek a T-71 DA! Ez olyan most annyira gázol, pedig most kezdtem belejönni a durrantásba, bassza meg! Nagy prém tankok esetében értettem, nyomj G-betűt, nyomok G-betűt. Nem történik semmi. Nyomj G betűt. Hát ez most zavaró, zavaró. Jó, szervert váltok, mert két szopás volt, úgyhogy ez elég szarú néz ki a dolog. Ha valaki nem ismerne, akkor Strakvis TV vagyok, telibe szarom, hogy mi a VN8 és egyéb hasonló dolog. Azért vagyunk itt, mert játszunk és sorsolunk, úgyhogy szarni bele szól a zene, kurvára nem érdekel engem ez az egész idiótaság. Szóval a másik fele a témának, hogy PlayerUnknown Battleground-at, megkavás, osztag, várjatok egy kicsit, még pofázok egy keveset. Szóval, az, hogy a PlayerUnknown Battleground-at olatom, és úgy gondoltam, csinálok bele a streamet, de annyira felkúr a játék, gyerekek, van 3 akuntom. Mindegyikre megvettem ezt a gecis játékot, hogy barátoknak odaadjam, hogy tudjanak játszani, úgyhogy valakinek szükség van rá és akar velem live-ba jönni, aznak majd odaadok egy akkunt hozzáférést és tud velem jönni. Na mindegy, a lényeg az, hogy 30 euró az a játék, de gyerekek, több benne a modder cheater geci köcsög japán ferdeszemű faszfej, mint a Cségóba valaha volt. Nem játszottam a Cségóval, de gyerekek, bazd meg! Hát ez a játék, ez katasztrofális, értitek? Tehát 500 méterről csipál lőnek, érted? De úgy, hogy ez kegyetlen a játék, olyan csalók vannak benne, bazd meg.
És ezt most, ezt live-ba el kell mondanom, tehát ezt most így el van, nem ide tartozik, de el kell mondanom, hogy négy hülye magyar, érted? De időzője hülye magyar, mert az összes többi nem az. Várjátok, valami gombot megnyomtam, így van. Szóval, a négy hülye idióta fasz megveszi a cheatet, és úgy streamelnek, gyerekek. Tehát azt hiszik, hogy ki, amúgy feljelentettem őket, mint a büdös száz, ki is tiltják szerintem őket a játékból, de mi értelme van annak egy játéknak, hogy tele van kurva móddal. Jó, most itt a, World of Tanks-ban, oké, Tundrát nyomtok meg, meg tudja a faszom én bot, meg nem számít be ez a csicska játék, de... De bazd meg azt, hogy egy túlélő játék, bazd meg ilyenekre verik a faszukat ezek a ti, de még idősebbek is, hát nem tudom, tehát... És akkor az a legszánalmasabb, hogy a köcsög japánok, japánoknál van a legtöbb ilyen modder geci, és nem akarják lezárni a szervereket, hogy európaiak csak Európában játszanak. Tehát, csinálok egy 3 milliárd dolláros játékot, akkor csak van még 500 000 dollárom, hogy csinálok egy anti-cheat programot a játékba. Tehát ugyanez van itt a Wargamingnél, és beleszarnak, bazd meg, amíg veszi a hülye gyerek a tankokat, meg ilyenek hasonlók, meg ajándékoz, mint én, addig kurva jó megy minden. Tehát nem tudom, tehát... Azért szomorú vagyok ilyen téren, tehát nem azért mondom, hogy most azért, de amúgy is, na. A nagy arti cézásnál G, ó Barni, leszarom én, úgy becézom, hallod? Ránézek a kislábújamra, bazd meg, és tudom, hogy hova repül a lövedék. Na menjünk még egy arti. Menjünk még egy artit, mert egyszerűen teljesen kész vagyok, érted? Utána megnézem kihívott szakaszba. És akkor csapatjuk szakaszba, jó? Like, követés, like, fosszátok a live-ot, hogy nyerjenek minél többen, amúgy különben nem fog sorsolni 50 like-nál. 50 like alatt nem sorsolok. Ne hagyjatok szemben! Na, dik, berak enszkre, most itt hova az anyába álljak, bazd meg? Hát álljak be a nyugatiba? Ne! Most itt hova? Hova álljak ezzel a fossal? Dik! Istenem, hát végig rohannak rám itt a 7-8-9-ben, azt tudom, hó vagyok, bazd meg. Faszom verem bele. Tomi, melyik fész oldalra nyomtad be a késést, mert én szerintem nem vagyok benne. Strakficra. Az én Facebook oldalomnak van egy külön Strakfic oldal, és oda nyomtam be a késést, hozzászólásba. Mert telefonon nem tudom szerkeszteni a YouTube-nak a cuccait sajnos. Tehát nem tudok az alkotói stúdióba belépni. Jó, van, menj innen te! Hurka kurva! Hülye hatos faszfejba. Mit akarsz te? Hurka gec. Ez a gecit, jön az artikra. Be fogsz potolni. Hú, én erre akarom lőni a T-70-et, az lőtt ki elő. Hú, azt az AMX-12. Léci, hagyd találj meg. Ha! Hova lőttél, Pisti? Hú, ez egy nagyon gyors pálya, gett. Itt artival lövöldözni? Hát én nem tudom. Mindjárt nyomok vele egy ilyen vadászot, bazd meg, ilyen hát szevasztok! Pisti, M44! M44, geci! Azt a kurva, én nem lehet átlenni ezen a kurva házon. Faszom. Hol a HTNO? Ezekre nem látok rá, közel van. Ide kéne beverni, oda, itt vannak be. Ott az arti! Hoppá! Pedig láttam! Fia, az IS-re megpróbálok ide beverni egyet, mert az nagyon sunyít. Várjátok, kimozdítjuk. Na jó, van. Tataszó, szülón, passion, szevasztok, alipapikakinyalipapinyalimamicsasi. Nem akarsz PUBG-t ajándékozni? Hát, ha valakinek nem teheti meg, olyan... Gondoltam rá, gyerekek, ha lesz PUBG live, akkor kisorsolok köztetek egy PUBG játékot. Megígérem most itt. Köszönöm szépen, Alex Smith. Fogok nyomni akkor egy PUBG live-ot, és kisorsolok egy PlayerUnknown's Battleground játékot nektek. Meg is beszéltük akkor. De nem már ne engedjétek, már engedjétek!
Hát ez tiszta vízban. Nem már ki fog tűnni a spicget. Leütközöm! Bazd meg! Ez mi van veled? Mekkora ütközés volt! Hát gyerekek, ezt csináljátok meg, bazd meg! Újra szopunk, mint állat! De Strachwitz bácsi leütközze a Spitzendorfot! Menj anyádba, répa faszú! Jó, mekkora csata! Gyere a következő! Ó, basszus! De azért ez nagyon OP volt, nem mondjátok, hogy nem volt OP, bassza meg! Hát ez kurva nagy volt, komolyan mondom. Most szopóág van, de hát ez van. De hát ennek ez nagyon tetszett, hát én nem tudom mit mondja. Hát jó, leütköztem, geci! De láttátok, de úgy vettem le, hogy halántékkal, érted? Tehát épp hogy, berefejeltem oldalról, érted? Tehát jött és azt mondtam, hogy mi van, kutya, püf! És mentem tovább. Te kegyetlen voltam, bal meg. Kegyetlen! Akkor lássuk a szakasz behívókat. Gyerekek, szakaszba akkor megyek, ha fent vagytok. Teljesen. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Ciao ciao. Hello hello. Júj. Pizzáról, a pizza, tudod, pizza. Halé mindenki! Hello. Akkor küldj, akkor ki van itt, várjátok. Még nem. Oké. Okay. Tomátó, pepperoni, spicilaci, tomátó, pepperoni, spicilaci. De az a hello, sziasztok. Hali papika, ki sziasztok. Hello, hello. Egészségetekre, bassza meg! Lányvolunk, mint atompicsa szőr! Hoppá, hova tűnt? Hitler? Mit keres itt Hitler? Megurítottam valami nézett videókra. Á, igen, ilyen szoktam nézni a dolgok bácsit. Olyan szomorú néha, nem látom a mosolyt. Azt mondja, meghívó szakaszba, Spici Laci, pepperoni. Pepperoni, hol vagy? Pepperoni, te is jössz? Hol vagy? Várjál, nekem fenn vagy barát listán? Pepperoni. Pepperoni. Pepi, itt vagy? Nincs itt. Most lépek fel, bocsi. De ideges, nincs fel. Gyerekek, osztás, fosztás, mint atompicsa szőr, 39 szárik, elég szomorú vagy. Te szomorú vagyok. Ennyire elromlott a népszerűségem, és még feliratkozóim sincsenek. Hát hogy beszek így Gutenbergnek új kamerát? Ja, gyerekek, beszarok, behúgyozok, bazdmeg. Komolyan mondom. Na, szóval, Gutbedi, ne haragudjál már, de csak téged tudok elővenni, annyira bírom, hogy múltkor néztem a live-odat, és de megfogadom, senkit nem basztatok, mert imádlak benneteket így új év alkalmával, és így visszatérés alkalmával, és de a hangszínedet az egyszerűen, nem tudom, tehát GB az meg utánozhatatlan, szerintem ezért imádnak téged az emberek, ez muszáj játszanom. De Tomi, oké, megfogadtad, de miért is? Nem, mert jó, mert új életet élek, jó ember lettem, szóval azt mondja... Se seduxen, se semmi. Nem, már nincs seduxen. Nem tudom, mert nem ugyanak föl nekem. Azt mondom, hogy mondta Goodbent? Ezt azért annyira bírtam ezen, annyit rögtem. Geci nagy arcam úgy a gyerek, most így többet néztem. Azt mondja, hello, üdvözöllek a live-ban, szia! Úristen! Az meg! Ez hangszín, nem bírom! Gébi, baszik! Gébi, kérlek, egyszer köszönj be így! Szevasztok, basz meg! De te egyszer csapjál már be egy rakjós hangot, baszik, mert valami, dobjál már bele valami erős hangot. Nem kell káromkodni, az az én asztalom, de valami, dobjál már be valami erős hangot, és akkor izé, meg ilyenek. Jó, hát a másik kedvencem, Lechter, hát én, imádnivaló pofája van.
Komolyan, az a, az a hidegvér, amikor kilövik. Oké. Okay. Jó. EU 1-2. 3. 2. Snack visznak, EU 3. Mi van bele? Semmi. Na jó, akkor megyünk tovább. Mennyi jó? Fél 80! Jó van gyerekek, vége a live-ban, be nem kell aludni. Ja, szevasztok, ilyen pip. Ja, hát ez nem telefon. Na, Spici Laci, hol vagy? Mi a neved Spici Laci a TSN? Spici Laci? Bazd meg, most miért árultad el? Oké. Mondom, ez a nap, ez szomorú. Gyere, sírja a vállamon. Ne kiabálj velem, bazd meg, ez nem így működik. Hol vagy pepperoni, azt játszani? Igen. Na, mit, akkor gyere már, hum vagy? Józsi, Józsi. Vagyok, meg tudsz hívni klánból. Én nem tudlak meghívni. De, várj. Játékos meghívása. Ugye sokan vagyunk a Ruszi, meg a Shaolink van fönt. Az STTV-be. A Strakvic TV-s klánba. Nem látlak, Pepo. Én látlak téged, itt vagy. Ne hazudjál. Ruszi, Shaolink, Szilagyi, Zozo, 2007. Már ne, ugyanez a neved a game-be, várj. Igen. Várják két éve, mint aggál. És így se talál! Pepe, tényleg nem talál. Ez nem komolyan, papi, tényleg nem tudsz egy kis kapkot, hogy mire adja a hangot. Mindenki a hangra panaszkodik, én visszanézem a live-jait. Ez az izé, gyerekek, induló. Nem benne tudjátok, hogy milyen induló, mert tényleg leszopom magam. De hagyd menjen a zene, szerintem kurva jó volt a zene alatta, nem? Amúgy különben rárultam... Ja, tudom, hogy hangos. Amúgy különben, nem, tök mindegy, mert részeg vagyok, az most nem számít. De amúgy én nyomkodom így, mert tudod, hogy a bal kezem, a kis ujjam az le van bénulva, tehát az egyáltalán nem működik, mióta meg volt műtve többször is. És tudod, így elkallódik lefelé, és akkor megnyomom az Y-t, az X-et, a C-t, a nullát, meg minden széle szart megnyomkodok. És tudod, ki van osztva rá ez a live, meg ilyenek, mert tudod, hogy fogyatékos gyereknek ez segítség. És... Segítség. És ezt tudod, ez így egyszerű. Na várjál, ki megzsak. Segítség. Gyorsan siessenek. Beszorultam egy zetorba? Zetorba. Zetorba nem találhatunk. Jövd már meg, te sókának. Ja, most kicsit próbáld meg légy, hogy Peperoni 0-2-nyével szemben a halászban. Mutatás Adrián Zoltán, azt mi ez a zene, erotikus, azt mondom, hogy az mutatás, meg, még egyszer benyom. Hallgassátok, geci. Jó van, kikapcsolatok, nem most nem tudom. Jó van, nem basztatlak benneteket, mert tényleg ideg. Na, Strakvic, add át légy szíves a parancsokságot. Nyipjep a bajzsd, gyép a pajka. Azt mondja, a felhasználó, hogy kell átadni, ott van. Jogkörének átadása, de nem parancsolgathatsz, érted? Nem parancsolgathatsz. Nem, eszemesült. Jó van, oké, jó van, megbeszéltük. 27 nézőm van jelenleg. Aranya, amúgy különben, ne gondolom nektek őszintén, gyerekek, a tavalyi évben összegyűjtöttem mondjuk 1000, nem tudom, azt hiszem 1500 feliratkozó, nem volt 1500 soha, de szerintem nem is lesz. Tehát 1481, most már 1479 feliratkozón van. Azért tök nagy érvény lenne számomra elérni 1500 feliratkozót, tehát ezt szerintem soha nem fogom elérni a 2000-et se, de... Nem lesz, hidd el, ez már nem lesz több. Figyelj, hát, nő lesz, átoperáltatod magad nővé, és rázod a picsát lesz. Meghisz még egyszer?
De nem kell, mert én szívesen beszélek veletek így is. Tudom. Jó van. Most miért? De most nem megy zene, csak direkt nyomtad be az előbb, ne haragudj, Kiki. Szóval... Tényleg nem lesz több fel, vagy úgy örülnék, ha egyszer így elkezdeni felfelé menni. Majd Rudi segít, mondta, hogy segít, tehát nem akarom kihasználni. Nem használok ki senkit! Dehogy nem. Még én nem szoktam kihasználni senkit. Jól nevelt édesanyám. Maximum, hogyha le kell csúszhatni az alsógatját, akkor azért kérek egy szívességet. Na szóval, hol vagy már pepperoni, nyáljam ki a répálat! Most kérek egy meghívót, áthozott. Na megint ki, ez mindig kér, bazd meg. Hát komolyan, bazd meg. Hát de komolyan olyan vagy, mint a cigányok. Hát komolyan mondod, hogy... Adjam már egy százas, gecina. Adjam már, oda az a százas. A tesómnak is adjam már egy százas. És akkor... De ha már van egy százas, adjam már egy papírpénzt tesókámnál. Anyámnak is kell. Ja, anyám. De kettőt adjál a brothernek. Rá, hogy egy ilyen faszod, amikor belenyomtad. Hogy száradja meg a gyomrod, lelézek, csak egy cigitát csak. Ennyit érek nekén. Megszurkállal. Na Tomi, akkor add vissza, léci. Mit adjak vissza? Hát, azt a kurva ér. Átadtam. Másodszor, ennyi szerintem adtam már soha életembe. Ennyi szerintem adtam. Jó van, azt mondja, szarrá rögöm magam rajta, szarj le mindenkit, add magam mindig, eddig, Kiki Gamer, cuki vagy, amúgy én is imádlak. Egyszer majd randizunk. Mert a közös, mert a közös kanizára. Kanizáj, kanizájára. Együlülna, együlülna. Hát üljek az orion. Hú, azok ezt le kellett tolnom, ez annyira bennem volt ez a zene ma, hogy... Ó, te is fúj, fújjuk együtt! Egy is, kettő is, három is, négy! Bazd meg, kurva. Ez már nem is tank, ez már World of gőzös. Tehát ez nagyon jól nem minden. World of shorts. Adj egy cigit, tesó, busz egyre kell. Rölsít a büdös cigány, hol vagy TS-ről? Te rohadt strici. Megint biztos azt mondja, aaaah, tabletről vagyok. Persze tabletről, húgottal elkérted, hurkalé. Na, jó van. Bent van, pepperoni! Oké, hozhatok artit? Hozok egy artit, jó? Nagyon jó. Basszuk szét a statot. Gyerekek, osszátok, fosszátok a live-ot, halipapi, kaki, nyali, papi, nyali, mamizacsi, mindenkinek, aki szereti. Gyerekek, like, követés, követés, like, és paypalozunk! Pepperoni, Spici Laci, ti vagyok az első, paypaloznotok kell. De tényleg, egy euró. Okay. Maximum. Gyűjtünk, gyerekek, Orionnak egy Jack Danielsre. Ezt most így mondom nektek. Komolyan mondom, de tényleg gyerekek, ha szeretitek Orion-t, ő mindig olyan szeretet hiánya van, én nem fizetem ki neki, kizár dolog. De megmondtam neki, hogy lesz egy meglepetés számodra, gyerekek, hogyha összehozunk Gabe-nek, vagy Goodbye-nek, bocsánat, összehozunk, nem bírom a gyereket, nem, összehozunk neki egy kamerát, egy ízét, akkor gyerekek! Orionnak is hozzunk be egy üveg viszkit, pedig aztán azzal aztán tényleg lehet közvetíteni, szerintem az neki egy közvetítés passz meg, azt szerintem a csillagos ég. Tehát ő elindít, nekem kell indítani a játékot, jó? Igen. Vigyom, neki jobban? Igen. Ez de biztos nem üveg volt. Betöltötted a skulódat, geci? Kit akarsz lelőni? Hol olyan hangja volt, majd felhúztál volna egy berettát, geci? Ez kemény. De jó barátok vagyunk, nem? Nem húzom föl. Most hova menjek, bazd meg? Most itt segítsetek már, gyerekek, ott hova álljak itt? De gyorsan, nyomjátok nekem. Hú, nagyon lebbi. 25 nézőm van. Én is szeretlek bennetek egy gyerekek. Még 10 like! És 50! 4 dislike-om van. Gyerekek, ne csináljátok ezt velem pénteki napon, rosszul fogok aludni. Miért csináljátok ezt velem? Na mindegy, jó, hát a dislike nélkül nincsen like, like nélkül nincs dislike. Hú, bazd meg, nagyon jó vagyok ma. Oké. Nagyon jó kurvában. Amúgy van egy csík a tankomon, az most mi ez velem, ilyen fogyatékos jelzés? Nem, parkolóba megparkolták. Jó, van neki a báj. Jó, menjünk tovább. Gyerekek, hasztjavasz, devil, te kúr, rágjam ki a gyomorodból a szardarabokat. Szóval, osszátok, fosszátok a live. Van egy új csoport, magyar streamerek csoportja, de nem a Szennyájjel, egy másik. Ott megosztatjátok a live-ot, de tényleg, nyomjátok be. Azt mondja, kit kell védenem jobbról, hegyről. Jó, figyelj, ezt az AMX-et megtámadom. Ha van rá spot, akkor bebaszom a száját.
Aha. Jó, van, te is jó leszel. Csak túl gyorsak vagytok, bazd meg. De azt a izét, azt meg kéne baszni, azt az 50%-on. Pedig az egy top tier tank. A hegyre majd később figyelek. Ki van fönn a hegyen? Te vagy spickó? Esti. Sturubóval felmentél? Hát egy beteg állat, vagy komolyan mondom. Tudom. Köszönöm szépen, Rossi. Másik Rossi. Ezt akarom megbaszni, ezt a tank. Jó van, 281-et kapott a recskás szájú. Vissza is ment. Még a hangja is más lett, érted? Köhög a gyerek. Nézd, megint szopásra állunk. Jó, előbb én szoptam egyedül, most ez egy olyan dolog, hogy... Trollakja, plusz like, Rorsi, nem trollakja. Köszi, Rorsi, aranyos vagy. Plusz egy like, látod, aranyos vagy, Rorsi, tényleg imádlak. Tudod. Na, hol van, 112, hol vagy te, hurka? Szevasz, tesókám. Na várjál, mindjárt kapsz egy gömböcöt az arc. Ne menj el, ne menj el, jó vagy ott, nem kell ide jönni jobbra, nem! Te ne hidd el azt, hogy neked arra kell menni! Bazd meg, ebben a játékban mindenki olyan Jedi, mindenki eltűnik, bazd meg, hát komolyan mondom, beszarok, behugyozok. De ez tényleg Jedi játék, ó. 50%. De még így is eltaláltam! Nem mondjátok, hogy nem találtam el, mert eltaláltam, tehát próbálok segíteni, ott van, azaz, György, de szép volt az ára 89, a betyár úristenét. De várjál, megpróbálok neked rásegíteni a 112-re. Inkább segítek a hegyen, jó? Mert látom, hogy jönnek rád, IS-3-ba, bazd meg. Szopóák. Meg fogsz döbleni, test. Nem baj. Oda közéjük! Püpp! Ott a 474 hurkalé! Jövök! Ó, meghaltál! Tüti! Várjál! Baszom én neki! 6 másodperc és oda csapok neki, mint atom picsa ször! Tá! Megnyom a kurva gét! Tessék! Azt a kurva! Hát itt tényleg! Pü! Ne már! Most miért lőttél rá, te hurka? Te geci gével milyen durva, bazd meg, cheater vagyok! Ó, anyád, szemből látom a tankot, geci! Hú, ez nagyon OP! 902, azt kilövöm! 4 HP-val, kilövöm, geci! Meg kell ölnöm. Nem ölöm meg. Megtisztult a hegy. Gyerekek, gével, de durva, bazd meg! Dől a fa! Püff! Találomra lövök! Pss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 
a köcsök tájpot. Nézd, és ott dönti megint a fát a hurka geci. De nézd, oda baszok neki, dönti a fát a geci, érted? Ott van. Maradj ott, maradj ott, maradj ott, Pisti. De nem! Én akarom kilelni! Bocsánat, rohadt, rohadt szemétládák. Na várjál, még négy kettő, még várjál, hol segítsek, bazd meg? Várjál, azt mondom, itt van egy görény. Itt a hegy szélén van egy görény amúgy. Az a gyerek autista. Szia Jolor, aki üdvözlik artizás közben. Ajj, te vász, Jolor! Üdvözlök, osszál, fosszátok a live-ot. Nem kell. Type 59, ott van. Nézzél bele a fényképezőbe. Cheese. Nem! Miért? Nice. Bazd meg, hát valakire rászűkülök, de ko... Áttérünk Pisti oldalára. Itt fut a lór. Az jó célpont. Adj neki. Ja, de olyan gyors, mint... Bazd meg egymár! Ne azt tudom, kire nézek, bazd meg. Jobbra-balra mennek egymár. T-32-t oszja. Várj, mindjárt leosztom, geci, nem lövik. Hoppá! Megint ki! Ezt nem hiszem el, gyerekeket, komolyan szívizuzamart kapok, bazd meg. Hát ez... Hát komolyan mondom, na jó, fésülök egyet a bajuszomon, bazd meg, azt hazamegyek. Nincs itt valahogy ilyen nappali, veszek egy borsod itt, geci, amíg ti itt elvagytok. Hát komolyan mondom, fasz ki van, bazd meg, hát mindent kilőnek előlem, hallom. Ja, nem perveszkedünk élőben. Sibár. A huncut vagy, fiú? Nézd csak 112-t, figyeld. Nézd a 112-t, figyeld.
Á, mellé ment, bazd meg. Hát pedig annyira jó ilyen pápaszemes izé gyíkaim vannak. 112-re fáj a fogam amúgy. Mi van? Kihalt meg? Fajtok. Most tényleg én vagyok ennyire OP-talan, geci? De hát nem találok ezt semmit se, bazd. RNG. Nincs itt RNG. BMG van, bazd meg. BMG. De ne a sziklába lőjt, kancsal faszú! Milyen tank ez a szar? Hogy hívják? Lor, hülye francia, spagett, nem! Bazd meg, mit tesznek a francia? Csigát, bazd meg! Rohadt szar, nyomorék, francia, faszfe! Centurion, na mutasd magad, te hurkalé! Segítek a srácoknak! Hát ilyet bazd a rohadt franciákban, ami mindig nem tudnak lőni. De Trianon az működött, nem? Rohadékok, bazd meg. Ott van! Nem is a Centurion nézem. De már kilőtték. Ott a ló. Jó, van 102-t legalább belevertem. És még spoton volt, úgyhogy jó lett volna valaki kicsapja a száját. 7-8, ezt még meg tudjuk nyerni, gyerekek. 7000-et sebeztem eddig, bazd meg. De nagyon jó vagyok. Megyek át a vézére. Oké, okay, én is azt lövöm. Ú, de jól néz ki ez a tank. Adjál neki! De nem már késő ér oda, de négyet belelőttem! Juhu! Keci, okay. Nagyon komoly az a tank, bazd. T-44 is ott. Menj a picsába, robot zsarú! Várjál, nézem a T-44-et, mert az még mindig ott disznókodik. Azt én akarom kilőni. Rohadékok! Nice. Kidoblak benneteket, bazd meg a szakaszból! Rohadt strici! Meg is érdemeljük. Nem akarok veletek játszani többet! Nem akarok! Gyere, követés, követés! Google mondja, engem nagyon utálnak, már megint csúnyán beszélek, és akkor ezt tudod, megint ilyen izé lett. Na, 112 ugyanoda, ahol kiszedtétek a köcsögöket, úgyhogy figyeljetek oda! Jön a feljáróhoz, figyeld! Koncentrálok. Jó, ellövöm magam. Fú, geci, tudja, hogy nem találtam, mert persze, hogy nem. Ott van, nézzétek, bent van a sarokba a kis geci. Itt kilövöm amúgy. Most oda beáll, figyeld. Tudja, hogy kilövöm. Azt tudja, hallod, olyat beleverek, hogy kicsakad a szíve, bazd meg. Betöltöm, várjátok a izét, a cigánygolyót. Viszketni fog még a következő meccsen is, amit elibe lövöm, bazd meg. De miért ilyen gyors a 112, bazd meg? Csak én vagyok túl részeg? Nem. Tényleg nagyon gyors. Nagyon taktikás a gyerek, ki akarom lőni. Most el is tűnt. Ez nagyon jó ez a G betű, tetszik. Mi van, Skorpi? Gyerekek, ezt meg kell nyerni. Amúgy a T-20 azt tudja, hogy ott lesz fönt valahol a köcsög a nullába. Nullás. Nem a nullás vonal, az egyes vonalon. 112 az visszanyúl a középre. Tomi, én a helyedbe futnék onnét a picsába. Jaj! De én nem futok, mert Terminátor vagyok, geci! Azt tudom. Nekem semmi bajom nem lesz. Tényleg, miért fussak? Hát, mert egyedül vagy, kurvára. Megyek oda hozzá. Nem akarom! Nem akarom! Bazd meg, megfésült az ánuszomat. Késő bánat. Mm-hmm. Rohadt strici. De még maxos a Skorpió, bazd meg. Gyerekek, like, követés, lász, fosszátok a live-ot, mert akkor nem sorsolok, megsértődtem. Megsértődtem én. Csak azért Nightbotra elnézik, hogy működik-e. Kit kell keresnem? Nézd meg, még mind a két köcsög él, aki kilövöldözte helyettem a tankokat, bazd meg. Rohadt sturobos köcsög, nézd meg az udes buzival, ne! Nézd meg a rohadt patkány, ne! NE! Te! Foskenguru, nézd meg, hidraulika játszik, mi? Jaj, de szép vagy! Hogy félsz abba, fekve, bazd meg? Drága kenyér!
Egészségetekre, sziasztok, halipapika, klinipapinyalim a mizacsi. Amúgy tényleg 24 nézőm van maximum, 25, tehát ebbe igazó voltam, aki beszólt nekem, hogy milyen szánalmas vagyok. Nem hát, is vagy az. Jó, hát most ennyi embernek sorsok, az is valami érte, tehát most nincs ezzel baj. Tényleg komolyan lennék, kíváncsi lennék egy stakvisz találkozóra, mennyien jönnének el. Én mennék. Te biztos sokan lennének. Micsoda? Gyula bácsi, mindenki megsért, de nézd meg, senki nem osztja a live-omat. Utálnak az emberek, Gyula bácsi. Szeha skill hacking, bro! Miről? Ortiról. Ne bénázzál már. Skorpiót lőtt, bazd meg. Ha láttam, persze, hogy lőni. Ott van veled szembe! Egy kicsit előrébb, püf! Ott van. Ja. Pont nullánál. Ja, de várj, ez már ilyen PUBG dolog. Pont amereni... geci. És az lő. Az a menj előrébb, rohand le! YOLO! YOLO! Te kis szállámas ez a svéd tank. Köcsög viking, bazd meg. Jó, ne basszatok már velem, bazd meg, ketten vannak. Két este... Nem már, udes meg egy STR. Jézusom. Most... Ott van! Gyorsan most egy hátraszaltóból vett ki. Hatalom a skorpiót, ha tudom. Ott van! Most nézed rád! Ó, ez akkora szopás, hogy nem lövi el. De miért nem lőtt el? Jön rád a köcsög. Vigyázz, jön rád. Spici, vigyázz a skorpióval, mert egy lövés vagy neki. Rajtatok bulik a csata, hello. Leszarom. Nem akarok kikapni. Miért faszomért nincs stream gyakrabban? Hát skill hacking, megmondom, hogy sok a melon most. De próbálok, próbálok. Jolor, az egyik tomátok Facebook csoportba kirakták, onnan jöttem. Jolor, aranyos vagy. Akkor légy, Jolorkám, iratkozz fel a csatornára, feliratkozás, követés, követés, like! Osszátok, fosszátok! És sorsolunk, mint Atom Picsa Ször. Mi csak 8 óra van? Akkor kéne bontani még egy sört. Eddig mennyit ittál? Hát bassza meg, ha egész napot számolok, szerintem 17-et. De volt evés is közben, tehát azért nem adjuk alá a dolgot, tehát nem. De majd most majd tényleg sokat ittam, sok volt a munka és sok volt a stressz. Ha tartsuk találkozót Hollandiába, úgy begombázok, hogy ördögűzőt hívnak. Gyula, bazd meg, ha Hollandiába csinálnánk a live-ot, geci, még Hollandiáig se jutnánk el, ezt így elmondom neked. Hát nem. Biztos, hogy nem. Sub, like és sub, és nyerhetsz minden streamben. Köszi, Rorsi, aranyos van. Tomátó! Köszi, ez az új nevem. Jó van, köszi. Úgy Tomi vagyok, de tök jó. Hát akkor az én nem vagyok biztos. Még megsértettek, én nem csináltam semmit. Gyertünk! Gyerekek, szerintem top tier voltam az Artival, tehát... Olyan gyorsan zoomoltam, mert köcsök kurvák kilőtik el. Nézd meg! Kaptam $1, bazd meg! Na mi van veletek, kutyák? Ott van! Szárnysegéd, érted? Szárnysegéd! Hol látjátok a live-ban, nem hazudok! Ott van! Okos sérülés nagy, okos kritikus sebzés, több ellenséges járműnek úgy, hogy le van túl a gatyád és áll a faszod. Na ezt csináltam meg utána, bazd meg! Tehát, hát ilyet nem adnak csak úgy! De ilyet nem adnak csak úgy egy játékosnak, bazd meg! Tehát ezt, nem olvasom vissza! Gyerekek, nézzétek meg ezt a jelvényt, ott van! Tessék, gyönyörködjetek benne a live-ban! Tehát, hoppá! Küldetés kitüntetése teljesítve! Kaptam egy heregyűrűt! Mi van veletek, bazd? De ezért mondom, hogy Artival a gyerek csak az játszon, aki tud, tehát... tehát na mindegy, na még egyszer behozom. Mert annyian kérik, itt pörög a chat érte, és mindenki írja, hogy Arti, Artizán, Artizán. Hát nem bírom nyomni, geci, a Facebookot annyian írtok nekem, bazdek. Azt a kurva élet, tehát persze, hogy benyomom az Arti. De nem kell kérni, gyerek, nem, már Hollandiából is írtak nekem, hogy Artizán, mert begombázok, geci. Tehát simán lenyomom Artival a csatát. Azt mondja, én meg emese kinek nem áll jól, az sörtől a szeme se. Cuki, tetszik ez a beszólás. Én meg emese kinek nem áll jól. Nem áll. Ja, hogy egybeálltad az áll jól. Ja, jó vagy, hogy mond. Nem áll jól a sok sör. Na, ez leírta az áll jól. Jó, amúgy az én helyes írásom azért kíván utánivaló, tehát
Tehát néha azért rájövök, hogy nem kéne írogatni, azért posztogatni, mert néha így már elfelejtem a magyar nyelvet. Megszívom, megkérdezem, hogy Y-nál írják ki a fakalapácsot. Meg a magyart. Mi? Így van, a magyart Y-nál. Ez jó volt, hülye szemétköcsök. Jó van, nyomjunk a csatára, aztán menjünk még egy gurulásnyit. 8 óra 2, 8 óra 5-kor vége a live-nak. Píp, píp, píp. Na. Amúgy a Nightbotom az annyira görény, az, ez kegyetlenül tolja a Leván tovag. Igen, így van, hát úgy, úgy volt. De tényleg úgy volt. Nightbot, kussoljál már el, te hurka! Azóta nem beszéltünk, mióta megcsináltam a YouTube csatornát, bazd meg, hát. Komolyan mondom, annyira be van izé állva ez a csávó, hogy hihetetlen, baszki. Nem is merek hozzányúlni, mert álmomban elvágja a torkomat, geci. Komolyan mondom, megbassz a telefonon, rámegyek a YouTube-ra. Ez a Nightbot, ez kegyetlen, ez olyan, nem tudom miért írtogatja a srácokat, pedig tök jókat írtok, hanem tetszik. Gyerekek, like, követés, követés, like, osszátok, fosszátok a live-ot annyiszor, amennyi csak lehet, és mindenkit küldjenek el a büdös picsába miattam. Ezt már megszoktuk. 2018. január 26. Hova kell állnom Artival? Van mögötted ez a bomb. Te most szórakozom, most tényleg, most te bunkózol velem, ugye? Nem, menj 1-2-esre, hevizdi. Hova menjek? 1-2-es, hevi. Rohadt strici. Én még komolyan is veszem a rohadt kurva. De most komolyan itt most... Ne, hova... ne arra ugye, ne kurvázzál, nem kérek érdekel. Kurvák vagytok! Ah, ide beállok. Jó, van, maradjál már 43, mert mi van, azt hiszem, nagyobb a faszod, mint nekem, mert mindjárt ráhúzom a szádra, te kutya lelkű. Na, hol a G betű, bazd meg? Ja nem, ez még nem lehet. Most lehet. Nem lehet. Figyelj, a vízi bejolózik. Ah, és nem is tudom lőni, nagyon ügyes, nagyon ügyes. Ó, oh, Conqueror. Na jó, ezekbe százakat fogok lőni, figyelj. Just do it. Menj a picsa, hallod? Elment a kopaszodás mellett, érted? Tehát kopaszodik a Conqueror, geci, és átlőttem a haj és a kopaszodás között, érted? Tehát ilyen nem létezik ebben a játékban. Tehát én mindig azt hiszem, hogy itt ez... Komolyan mondom, az artistákat szopatják be, az mint a cirkuszba, geci. Tehát komolyan mondom, nincs védőháló, szopjátok a faszt, ha leestek. Tehát komolyan mondom. Na még egy lövés. Ohohoho! Pisti! 161 sebzés. Mi van vele? Amúgy nem meri kín, hogy 1600 volt, mert akkor biztos, hogy reportolnálak cheat miatt, tehát. De amúgy már megszoktam, tehát ilyen, tehát azért nem sebez, nem írja ki a sebzést, hogy tényleg nagyon sokat sebeztem, mert tényleg tiltanának a játékba, tehát borzalmasan nagyon jól tolom Artival. A legjobb VN8 gyilkos az Arti, azért játszom be. Nézd megint, hogy a kurva anyjába lőhet így egy Arti, ha kb. 50 méterre magasabban helyezkedem el, mint az alattam lévő tank. És még így is átlő felette, bazd meg! Kikapu. Van, átnézek már Pécsre, mert látom, itt tré van. Ú, basszátok meg, szopjuk a fasz. Na, a kettőjük közé beverek egyet, várjatok? Na legalább a TVP-t egy kicsit visszavert. Hol? Ott. Nem, most a TVP-t visszazavartam. Azt akarom, hogy de kicsit visszavonuljak a bázistól. A Scorpion-ban nagyon tud lőni. De nem a... Hol van a Scorpion? De várjál, most a izét próbálom basztat, de T-54-et, mert bajban van a bázis. Ugyan már? Tényleg bajban van. A TVP-t kergetem, hogy megálljon végre. Hülye buzi. És tényleg jön előre, bazd meg. Kegyetlen a csávó, geci. Ó, szevasz Leopard. Na, neked is adok egy csókos kengurut. Az? Igen. Nem! A kurva anyátokért vagytok ilyen geci. Ezt mondom, hogy szétbasszák a bázist, bazd meg. Kurva életben már, hihetetlen geci, most körbejönnek, kávé négyet ledarálják a faszba.
Ugye pingeljétek már a faszfejeknek, bazd meg, hogy körbejönnek. Á, Istenem, ezt a sok retardált faszfejet, gec. De nem, hallod, mit a tudná, hogy lövök, geci? Érted? Ott áll, ellövöm magam és arrébb megy, bazd meg. Kurva anyád. Fúj, de undorító ez a játék, geci. Ezért nem játszom ezzel a szarral. Az anyja kurva picsáját. Na és van, most be esze, ez most így kurvára jólód, bazd meg. Bejolóztak 7-2-nél, baszki. Nesze neked. Fogyatékosok miért játszanak ilyen játékkal, bazd meg? Jó, én is az vagyok, de hát tök mindegy. Jó van, megyek előre. Ezt figyeljétek, bazd meg. Ilyen még nem volt Hitler korában se, figyeld. A kis zsidó előre megy Dachau-ba, figyeljetek. Tarará, 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 tá-tá-tá-tá, tarará, tá-tá-rá-rá-rá-rá-rá, tá-tá-rá-rá-rá-rá, tá-tá-rá-rá-rá-rá-rá, tá-rá-rá-rá-rá, tá-tá-rá-rá-rá, tá-rá-rá-rá, tá-rá-rá-rá-rá-rá, tá-rá-rá-rá, tá-rá-rá-rá, tá-rá-rá-rá-rá. Tá-tá-rá-rá-rá, a kurva életbe, azt hittem be tudok menni mögé. De jó volt, gyerekek, hát ezzel megpróbáltuk, így kell játszani egy Artival, hogy már kurvára szar a csapat. De mindegy, hát ez van, bazd meg. Na mindegy, Pep, azért nézzük meg, hogy mit bénázik még össze 10-3-nál. Ramolda. Nézd a! És most ugord át a sziklát! Ugord át a sziklát! Bazd meg! Ezt még lehozhatjátok. Hallod, még 80% esélyünk van a győzelemre. Ott, azt most kilövöd, egy lövés. Ott van, bazd meg. Még te, hallod, nem látsz a füsttel? Úristen. Nem volt rossz. Amúgy ez olyan szállandó, hogy 100 HP-t kilőd Jagdpanzer S100, nem? Tehát... Erre most, ezt, erre mit tudok mondani? Semmit, hát nagyon nem, tényleg semmit. Hello, hello, Zali, papi, kakinyali, papinyali, sziasztok, szóval elment a kaposz... Mi a kopaszodás? Igen, ezt mondtam. Kifutás olyan monitor, te áldat. Kifújtam a Kiki, van ez így? Amúgy azt csinálod, a legközelebb kiköpöd a sört, akkor nyalt, hát így. Érted, és akkor... Huncut fiú vagy. Szia, Feri bácsi! Csöcsi kuki nyali, papi, papi, mami zacsi nyali. Szóval, gyerekek, egy nap prémium. Egy egész. Amúgy annyira szomorú ez a játék, hogy... Én nem hittem. Mint a szaburáj. Ne kiabálj velem. Na, amúgy kell, nem értem. Mint azt a szaburáj. Hogy mondjam végig? Fú, tényleg nincs szedugszelem, geci, de megköszönöm nektek a küldött. Gyerekek, PayPal! Ki küldött PayPal-ra Orionnak 1 eurót? Senki. De gyerekek, szégyeljétek magatokat. Komolyan, szégyeljétek magatokat. Esküszöm, veszek egy szervert, csinálok egy website-ot Orionnak, csak azért, hogy meglegyen a viszkire a pénze. Komolyan mondom, gyerekek, ne csináltok ezt, ez szomorú. Szomorú, hogy egy Orion nem szerettek. Tehát azt... Én nem látom. Mit nem látsz? Ott van. Most akar képen PayPal-ol. Jajjállat. Amúgy ott a PayPal cím, lent a cím alatt. strakvickukac.gmail.com. Ennyi. Gyerekek, 1 euró Orionnak a viszkire. És bazd meg, élőadásban átadjuk neki ezt a Jack Daniels-t. Értitek? Olyan csomagásba küldjük neki, hogy ilyen nagy péló színű lesz. Péló színű. Schwarzep. Nem, fekete péló színű lesz a csomagolás. És ez szopkod, az lesz ráírva. De biztos, hallod, Orion tuti, ha úgy benyelni, a kupakkal együtt lenyel az egész üveget. Gyerekek, ne csináljátok ezt velem amúgy, de tényleg, Orionról van szó. Tehát komolyan mondom, szűnnapjára sikerült összegyűjtünk $3. Jaj, geci! Jaj, aztán két dobos sőre volt elég, azt hiszem, de ennyire szeretik Orion, tehát mindenki isteníti $3 ért a srác, tehát de hát Orion már annak is örül, de hát, és akkor azt mondja Orion, komolyan képesek voltak ennyit fizetni érte, de aranyosak, mondom, te hülye buzi, megaláztak, te köcs! Hát annyira hülye, geci! Akkor is be volt baszta, azt mondja, várjál, azt mondja, $3, hülye vagy, az 2 sör, vagy még borsod ibi vagy, a legsokkal százalék tartva. Ó,
hát ez kurva jó. Na mindegy, gyerekek, oltsuk be Oriont, segítsünk Orionnak a PayPal-ra, egy Jack Daniels-et gyűjtsünk neki össze. Ha nem jön össze, majd én kifizetem neki úgyis, de próbáljuk meg, lássuk mennyire szeretitek. Amúgy mindenkit üdvözlök, sziasztok. Ne felejtjétek el, Strakvisznál mindig live van, és ő a live van, akkor sorsolás, és a sorsolás van, akkor mindenki happy. Szóval, na, nem egy napot, meg két napot sorsok, hanem 800 szintű tankokat vagy. Meglátjuk, hogy mi van még itt a Tarsolyban. Tarsolyban? Mi van még itt Varsóban? Jaj, de kurva jó voltam! Na, megyek még egy art. Hogyha azt kisorsolod, ami a Tarsolyban van, nem biztos, hogy a barátod örülni fog neki, csak úgy mondom. Fekete nő! Oh, aha! Nem sorsolunk Goislit, ne. Ne, huncutság van. Nem csak. Muszkület sem a Tomával, sziasztok! Szevasz, Janó, Kápó, Pápó, Csupó, Pupó! Osszat, fosszat a live-ot, feliratkozás, követés, like, ami már nagyon rég nem volt. De amúgy be se állítottam ezt, hogy iszenyezős, hogy feliratkoztak rám, mert szerintem itt ülnék el, és megnőne úgy a pöcsömön a szörbe az meg, hogy a bukámat súrolná, és akkor se iratkoznának föl rám. Itt ül egy 80 évesen, és akkor jönne egy ping, leiratkoztak róla. Na mindegy, hát tényleg beállítom a leiratkozó. De legalább a szörődet be tudnád fogni francia fonással. Yes, of course. Szóval amúgy különben, de ja, tehát jó lenne elérni azt a két, amúgy 2000 feliratkozónál már kajak nem érdekel az egész, nem is streamelnék. Tehát legyen meg a gyerekek, léci, oldjátok meg, legyen meg a 2000 feliratkozás, kurvára leszarasz. De amúgy különben, amúgy köszönöm szépen gyerekek annak az 1400 olány embernek, hogy még mindig rám van feliratkozva, és nem hagytak cselbe. De sokan elmentek! Na, akkor csapatomon. Ne szólj már bele, egy Discord nyomok, te meg reppet, köcsög! Na, hát ja, a kettő... Összekevertem. Nézd meg, bazd meg, top tier vagyok, geci. Ez egy baga játékban, hogy mindig alulra rakam amúgy. Tehát alulról számolják az elsőt, mert úgy számolsz, hogy 1-2-3-4 fel, tehát alulról 1-2-3-4, tehát top tier vagyok. Most átváltok, figyeltek, megnézzük, hogy mennyibe fog kerülni, ha arannyal lövünk. Megnézzük, költsük a pénzt, bazd meg, hát úgyse játszunk sokat. Lőjünk arannyal, figyeltek. Volt olyan ezzel az Artival gyerekek, a csatában Orionnal, meg azt hiszem Rorsi is ott volt talán, hogy ilyen 12-ket lőttem a tankba úgy, hogy 130 élete volt már csak, geci. Az kellemes lehetett. Érted? És akkor 6-ot lőttem bele, és mindegy 17! Ugyan! Érted? És nem tudtam kirülni 6 lövésből a tankot, bazd meg, érted? Tehát... Ejj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 
nagy horgászt nyomni, mert az Orion-nal együtt. Like, követés, követés, like, ne hagyjatok cserbe, kérlek! Ne hagyjatok cserbe, kérlek! De tényleg az jó lenne új feliratkozók, mert örülnék neki, hogyha olyan helyeken osztanák meg a live-ot, ahol le lehet live-olni, meg megosztani, meg ilyenek. Na várjatok, bemegyünk a G betűvel a pici módba. Azt a kurva, jön az objekt 430 per 2. Kurva anyádat, hát előbb még ott voltál te köcs. Ha de úgy utálom, amikor rálősz egy tankra geci és így megfogja. Ez olyan, mint amikor világháborúba bazd meg, egy tigris telibe lőne a mellkasodat, mert van rajtad egy golyóállom elén, és te megfogod és arrébb lész a lépést és elmegy melletted a lövedék geci. Tehát érted? Tehát ilyen Jedi vagy bazd meg. Tehát komolyan mondom, annyira reális ez a játék néha, hogy komolyan mondom, most kilőve a sajátunkat. Hova lősz? Te hülye fasz! Hát hova lősz, bazd meg? Hát ott van, nézd meg, rázumolok a pukkantójára. Nézd meg, hát kirajzolom az ánuszából a szardarabokat. Hát komolyan, nézd meg, ott van rajta a pukkantóján a célkereszt, bazd meg. Hát nézd meg, és itt forog, geci. Ja, eltaláltam, geci. De ahogy találtad el, bazd meg, megint eltűnt valahogy a csatornába, geci, a lövés. Hát hihetetlen ez a játék, bazd meg. Amúgy észrevettem különben, ez csak az Artival szopat, mint ezzel. Sziasztok, Halli Papi, Kaki Nyeli, Papi Nyeli, Mamizacsi, feliratkozás, live, követés, Strakvizban mindig van live, és hát, hogy ne lenne, bazd meg. Meg sorsolás is, mint állat, tehát tényleg gyerekek, itt mindig van sorsolás. Ott van egy köcsögtan.
Jön föl, nézd meg az a féreg geci. Még mindig van benned 700 kocka! Ó, hogy Rambo, rombuszt rajzolok a Rambo picsádba mindjárt te. Csak nem jön föl, bazd. Ha ide feljön, akkor van egy Ray-Ban szemüvegem, geci. De most rázumolok teljesen. Ez szerintem már feljött, az a baj. Kérünk egy segítséget. Vágó Istvántól. Váratok. Az a baj, mire észrevenem, hogy itt van, már ott van benne a köldökömbe, geci. Tehát... De ne oda pingeljél! Te! Foskenguru! Miért oda pingelsz? Hát veszélyben vagyok! Hát ez így nagyon veszélyes lesz, ezért... Nulla sebzés? Persze nem merted kiírni az előző lövésemet, te szar. Értem, aláztam, ge. Hát úgy tudtam, hogy itt az objektum, hogy meghallottam a hang... Na végre azért 3.34 azért beszállt a köcsög lórnak. Nem tudta, hogy hol van a vissza, ért? NEM! NEM! Nézzétek meg a sunyi kurvát! És tudtam! Nézd meg a T49-et! Rohadt strici! De hogy lehet így játszani? 6-1! 6-1! Érted? Ezt komolyan, ez bizonyítványba kéne adni a retard sereg, bazd meg. Hát komolyan mondom. Figyelj, Tomi, bocs, megzavarlak, de megint elnyomta valamit. Nincs kép a live-on. Jaj, mert mindig nyomkodok valamit, nem számít. Jobb is, hogy nem volt kép, hidd el, szerintem. De már garázsban vagyok. Ja, bassz meg, benneteket kellett volna mutatni. Hol a kép, papi? Nyali, papi. Ott van, mindjárt visszaadja. Csak olyan késletetés van a YouTube-nál, hogy mindenki áttakarodott a Twitch-hez. Mert ott lehet kapni támogatást, meg ilyeneket. És a Twitch-ezel, akkor kapsz milyen-ilyen dolgokat. És a Báb Gézel is a Twitch-en, és ha te társ leszel, akkor kapsz ilyen hossz szervereket, meg ilyeneket. Tehát én nem értem, hogy miért mennek át a Twitch-re, most de nem is értem amúgy. Tehát annyira mindegy, hova mentek gyerekek, egy kurva szar az egész. Tehát amúgy különben azt csinálom, az a legnagyobb befektetésem, hogy csinálnék egy külön olyan websájtot, ahol csak streamek mennek. Tehát a YouTube-ot és a Twitch-et kilőném a faszba, és csinálnék egy stream szervert. Stream szervert. Baj van. Mi baj van? Elfogyott a sorom. Azt a büdös kurva faszba, hát ne viccelj velem. Nem is jöhetsz addig velünk, mi nem bontasz. Oké, megyek akkor egy fél percre el tudnék, jó? Jó, rohadjál. Megyek a futó. Akár, ha szomszédtól akármit, bár muszáj. Nem, van itthon csak. Azért ez a családbarát tartalom. Hát mondjuk azt, Jolór bácsi, hogy családbarát, igen, ez tuti, hogy ez tényleg családbarát. Amúgy különben azonban, hogy átozzék, használom az ABC-t, és megfogadtam így az új év alkalmával, hogy senkit nem bántok, és tényleg nem. Nem akarok áronkodni, de hát egyszerűen nem bírom ki! Hát nem lehet kibírni, hát egy gyerekek olyan ritkán játszom ezzel a játékkal, de hát komolyan, hogyha ilyen vizuális klaviatúrám lenne, hát én szerintem belefejelnék a szomszéd falba, geci. Tehát én nem tudom, borzalmas ez a játék, még mindig én azt mondom. Nem is a játék, szerintem a játékosok, akik megpróbálkoznak játszani vele. Hát hihetetlen, hogy mondjuk nem csodálkozom rá, hogy régen egy klánt vittem, és igazából szerintem kb. 6 év volt, mire megtanítottam pár srácot, hogy melyik a bal keze. De igazából nem is nagyon csodálkozom. Az enyém is úgy, hogy kell hoznom. Oh, skill hacking rohanás van most azonnal, de tényleg Jana van, mert atompics a szőr is kenguru. Közben rácsekkolok, jóval látom, hogy működik a Nightbot, a sorsolás. Wargamingnél. Na, ezt akartam megnézni a Wargaming Store-ban, mik ezek a dolgok, amik itt bent vannak. A Premium Shop. Nézzük a speciális fület. Azt mondja, mik vannak itt, amit érdemes kisorsolni nektek. Azt mondja, van itt 30 nap prémium, és hozzá egy kis arany, mennyiség 3000 gold. Na, ez látjátok, ez például kurva jól hangzik. Azt mondja, van itt még 6000 gold, és 30, na ez még jó. És plusz 6000, ez plusz 1000 gold, tehát ez már 7000 gold 30 euró pöttyért. Gyerekek, én azt mondom, ezek kurva jól néznek ki. 30 nap prémiumot sorsolhatunk. Van itt egy olyan csomag is. 3500 gold, 3500 kredit. 30 nap prémium, large repair kit, 30, 40 pie. Hát ez laza.
Én azt mondom, hogy, hogy szerintem, de nekem színpad. Gyerekek, mit, komolyan mondom, hogy most szerintetek megéri ez a csomag, ez a 3000 gold, tehát 3500 gold plusz 30 nap prémium. Ezzel lehet mit kezdeni? Ez megéri? Ez megéri? Tehát ez... Megérted. Nem, ezt csak mondom, hogy jó, hogy ez felér annyival, mint egy prémium tank. Szerintem bőven. Nézem, hogy most ilyen mindenféle van. Megnézzük az a megnézzük az ilyen. Nézőpont kérdése. Egyébként. Igen, ezt természetesen ezt tudom. Booster Bundle. Ezt nem ismerem, tehát azt nem tudom, hogy most mennyire éri meg a srácoknak. Igen, mert nagyon régen sorsolta, de azért 30 nap prémium 3500 gólddal azért nem olyan rossz tényező szerintem. Főleg, hogy van hozzá még 3500 góld, akinek esetleg olyan akuntja van, hogy lehet rajta kihúzni valami kis ficcentést, akkor az még megpróbálkozhat vele. Nem tudom, megbeszéljük, mit csináljunk, jó? De azt mondja... Halipapi, kaki, nyani, papi, nyani, mami, zacsi, mindenkinek szevasztok, Halipapi, keller, geller, veller, veller, viller, püller, sülder, füller, gyerekek, szardi bele szól a zene, osszátok, fosszátok a live-ot, feliratkozás, követés, like, jelenleg Peppóval és Pikkóval játszunk együtt, szerintem nem. De nem én sorsolok. Azt mondja, skill hacking nem éri meg. Premium tank jó. Hát persze, hogy jó. Simán jó, Tomikám. Látod, Rossi, ki írja, bazd meg! De mindenki ilyen nagyra vágyó. De tényleg. Mindenki ilyen nagyra vágyó. 8-as premium tank kell. De azt tudod, Jolo, hogy Rossi a szemében mondta Gabednek, hogy átment kéregető buzerátorba. Janó. Szia, Janó! Janó bácsi azt mondta, hogy de miért nem Gabed amúgy, mi Goodbed, nem? Aha. Na azért, Goodbed. Bármi sorsol nekünk megéri, köszönöm szépen Rossi. Janó, ha nem sorsol, se baj. De aranyos vagyok. Ezt mondom, annyi sorsol megkaptam, de nem mer megtenni! Nem mer megtenni! De jó hangom van, geci. Hát, na látom, mindjárt jövök át, meg a BMG-hez kiadom a CD-met, geci. Jó, túl részeg vagyok, hogy felállják a székből. Na mindegy, oké! Akkor most megyünk Skorpiót. Nézzétek meg, bazd meg, második videó Hitler. Hát komolyan mondom, beszarok, bazd meg. Ez hihetetlen. Hát komolyan, de akárhányszor átváltuk a harmadik monitoromra, geci, ott van Hitler videó. Mely a faszt akarsz tőlem, Adolf! Rohacs trici. Na, jó van, megyünk tovább. Like, követés, követés, like, urok! Követés, like. Úszátok a foszát. Tényleg amúgy ne felejtjétek el, gyerekek, hogy van a Strákvic oldal Facebookon, van egy külön Strákvic oldal Facebookon, megosztottam amúgy a régi Strákvic oldalon, úgyhogy ha tudjátok, jelöljétek ismerősnek, és ott is nagyon sok mindent fogok megosztani, mert a saját normál privát akuntomról generált Strákvicot meg fogom szüntetni, és külön Facebookról fog majd csúrani, cseppeni a dolog. Úgyhogy próbálkozzatok meg vele. Na most én beleszok! Ki az a kurva ott gics Scorpio G-vel, geci? Mi ez a fink volt a tankodon? Melyik? Ott van valamilyen piros fej. Valakinek a tanken ott egy piros fej, az Klániel? Nem. Az csak egy... Nézzétek meg a mi klánjelünket, hogy mennyire fasz a királyság. Kurva nem is. Geci durva, mi? Jó. Na megyünk. Egy, két, ha és... Azt az ukráin! 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 Bassz meg, az én verzióm... Az kegyetlen. Orioné meg odabaszós, érted? Tehát... De megígértem Orionnak, hogy egyszer eléneklem. El akartam ilyen jazz stílusba énekelni. De most valahogy nem. Tehát nem érzem most azt a... Olyan érzékeny vagyok ma. Olyan mondom. Főleg amikor levettem a cipőmet munka után, geci, hát nagyon érzékeny lettem, geci. Kurvára van meg. Várjatok. Hát itt biztos fognak jönni Pistiék, tehát ez tény és való. Ez bizonyított, hogy Pistiék itt jönni fognak. És az is bizonyított, hogy én kapom az első Schaller patchert. Várjál, mindjárt.
Olyan rég játszottam ezzel, hogy bazmeg egy gyorsítást akarok nyomni a futásra, geci. Nyomom a shiftet, mint az állat, és nem tudom, hogy miért, de mit csinál a shift? És kajak idegesít a dolog, mert a béna ujjammal nyomkodom, geci, és olyan, mintha amikor fityeg a lábatok közt valami, és nem, tehát egyszerűen nem mozgatod, csak fityeg. Mint egy ilyen bőrkinövés, érted? És akkor, mint amikor integetek bal kézzel, és a kis ujjam így áttér a nagy ujjamhoz, érted? Tehát ilyen nagyon gáz. Tehát ez a tipikus ilyen kis fogyatékosság. Fogyatékosság. Mindig megkérdezem, mit szeretném enni? Egyen meg a húsodat. És nem válaszol, csak mozog, így össze-vissza lobog, libeg, lobog. Azt mondja, de lehet csak azért, mert nincs fitymája. Blankolt fasz Orion. Ja, egy időben amúgy különben beszélgettünk róla, hogy Orionnak nincs fitymája, és rendeltünk neki Izraelből egy újat, de nagyon nehéz volt, mert Izraelből szerintem 0,1%-a rendelkezik bevándorlók fitymával. Van is egy ilyen vicc amúgy, hogy mi hiányzik az izraeli légitársaság gépéről. Hát mi másfél kiló fitymá, érted? Tehát... felspotoltak, geci! De kispotolt? Ja, hogy 9-es tírben vagyunk, geci fasz. 10-ben. Az nagyon szép volt, de jövök ide segíteni, srác. Most itt átrohantam. Megpróbálok köcsögösködni. Figyelj! Na, az most egy aljas köcsökség volt, amit a KV4-en műveltem. És most szerintem tudja, hogy ezerrel anyázik nekem. De mindjárt belemegyek a picsába. Jó van, feláldozom magam, geci. Feláldozhatok, John Rambo, geci! Ezt figyeljétek, bazd meg! De ne lökjél ki, IS-3, hát lőd ki! Tiéd! Vigyed haza! Vigyed! Csak ne bántsál már! Hát, komolyan mondom, bazd meg, mintha ezen az élet első kilövése, geci. Figyelj, bemegyek a dzsungelbe. Az elhet. Persze, én meg nem tudom átlőni, bazdmeg, mert dzsungelfaszból van, geci. Betöltött már? Persze, hogy betöltött, bazdmeg. 7-6-nál senki nem segít, bazdmeg. De most miért vagyok egyedül a T-28-szal? Meg az E-75-tel, baszom anyámat! Hát komolyan mondom! Nézd meg! Hát komolyan egyedül hagytok, geci, hát menj a pics... Te mi a fasz porcolszott a E3-ba, te köcsök skorpió? Te kis büdös kurva, mit csinálsz ott fönn? Fúj, de kurva vagy! Egy igazi kurva vagy! Vesz a bókot. Kösz a bókot, na majd kapsz bókot, mindjárt bazd meg. Nézd meg, ott kurva, nézek! Megmutatjuk a világnak, ott kurvákodik fönn, nézd meg! Nézd a pis büdös rohadt stricit, ne! Nézd meg! Megint elnyomtad a képet. Mit nyomtál? Nem is nyúltam hozzá. Na, várjál, melyiket kell megnyomnom? Ezt kell meg. Várjál, ez a számláló. Amikor már részek az ember, akkor nem tudja, mit nyomkod, várjál. Ez az. Most jó lesz, geci! Na, jó. Van, nem foglalkozottak a Strakvi stream. Szevasztok, halipapika kinyali! Lassan sorsolunk, úgyhogy megnézzük, hogy mit sorsolunk. Sőt, kettőt is sorsolunk. Azt mondja, feliratkozás, követés, like, gyerekek, osszátok a live-ot, és bármikor, amikor live-ban nálunk 8-as primtank sorsolás és egyéb hasonló dolgok. Ha valaki még most iratkozott fel ránk, nézze vissza a tavalyi streameket, tudja, hogy többet nem jön vissza. Laci! Te is belenéztél a Conquerornak a kis ánuszába, nem? De ő is az enyémbe. Amúgy különben azt nem bírom, hogy nem bírom. De nézhetjük, hogy Spici Laci hogy nyomja. Közben itt figyelek a chatre, azt, hogy megmondjuk a világnak esetleg, megmutatjuk a világnak, erre nincs kép. Aranyosak vagytok, hogy ennyien is itt vagytok. Gyerekek, nem számít, hogy ennyi néző van. Nem kell nekem ilyen 100 000 nézettség. Annyi örülök, hogy ennyien itt vagytok és akartok nyerni. Aki csak azért jön, hogy nyerjen, azért jön, aki nem, az nem. Tök minden gyerek, nem foglalkozunk a szemével, szarni bele szól azon ez a jelszó Strakvicnak. Szóval, Laci közben megy előre, mint atompicsa szőr. És mellett az a büdös kis féreg pepperoni is ott van. Nézd meg a két rohadt kurva, nézd meg, egymást nézi 15-10-nél. Jaj, de szeretitek egymást. Nem tudtam kinyírni. Büdös kurvák, hogy szeretik egymást, gyerekek, ezeket többet nem játszok. Melegedünk, tiszta. Nézd meg! Figyeld, tankálsz, geci.
Skorpióval. Csak annyi plecsnit kaptam, hogy nem fért ki, inkább ki se rakták. Nézd meg, minden vörös. Érted? Vérbe ázik az ellenség, geci. Érted? Ez komolyan van, nagyon komoly voltam, bazd meg. Ez nagyon komoly. Fú, nem ismerek statisztikát nézni, geci, azt tudom már mi az, bazd meg. Mi az, hogy kampány? Most megnézem, kampány. Ja, ezt inkább nem nézem meg. Szerintem még a Traktor 1-esen nyerném meg, ha elkezdenék kampányozni, geci. Dehogy nem. Azt mondja, tavaly volt egy-két durva live, voltám ivászat meg üvölt és Rossi, bazd meg, hát ne aggódj, lesz itt is. Köszönöm szépen a lájkot, gyerekek. Azt mondja, nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség. Amúgy a csajom is ezt szoktam mondani. Akkor azt mondom, hogy szereted a fasz? Hát, nem a mennyiség a lényeg, a minőség. Igen. Hát a fordítom mondaná, a szar lenne, nem? Tehát, de amúgy a nő azt mondaná, hogy a mennyiség a lényeg, nem a minőség, az úgy, nem leszel a barátnőm! Igen, ez úgy szarul néz ki. Na, azért sok idő után ismét a sejmes hangodat hallhatom, csak azért vagyok itt, prém, a nyakamba kell, meg geci hideg van. Daniel, hoppá, monyó, hogy nyáljam ki azt a mocskos orbánista pofádat, te köcsög! Hát mi van veled, te hurkalé? Mert bazd meg, ott Orbániában csak Errolt lehet találni, te kutya! Hát hogy vagy, monyókám? Ott van a TS, megoszta majd ez a büdös köcsög rohadt szemétláda Nightbot. Majd várlak téged is föl, monyókám, izére, TS3-ra. Van egy akuntom, gyere majd velünk izélni, PlayerUnknown Battlegroundozni. Odaadok neked ingyen egy akuntot, van rajta game. Úgyhogy várlak majd, monyókám, hát kurva jó látni téged, tesókám. Na szóval azt mondja, jelenleg 20 óra... 20 óra 33. Bazd meg, elfelejtettem. Basszus kócs. Most hát mi lesz? 20-30 után már sört kellett valami nyitni. Jaa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 
60 like, még 70 se lesz, ne aggódjál. Megvan ott. Egy híja. Tudod mit, Tomi? 70 like-nál én is földobok egy 8-as tankot. Azt a kurva! Ez ki volt? Spici Laci. Kicsoda? Spici Laci. Spici Laci azt mondta, ha megvan 70 like, ő is kisorsol egy 8-as tankot. Itt nem, a live-ban. Ki, én fizetem. Ez most komoly? Aha. Gyerekek! Unglaublich! Unglaublich! Hogy te? Tehát ez hihetetlen! Spici Laci mondta, Spici Laci mondta, I come from USA, yeah, the Boston guy. Yeah, és azt mondta, hogy egy Premier Way tankot fog sorsolni nekünk, yes, of course. So, I really like this, so... Bocs, ne haragudj, hazudtam. Te csorsolod. Jó, oké, jó, hát erről Lacikám kisorsunk 10-et, te fizeted. Na jó van, Laci mondta, ha meg lesz a 70 like, gyerekek, sorsol, én sorsolok, ő fizeti az egyik 8-as prémium tankot. De ő mondja meg melyiket. Tehát ezt rábízzuk. Nem. Igen, figyelünk akkor. Ami a Play Shopban benne van. Ami a Play Shopban benne van, Spici Laci felajánlott egy 8-as tankot az ő kontójára, ha megvan a 70 like. De a gyerekek, ilyen nincsen mindenhol gébedni. Hát 61-nél járunk, úgyhogy bazd meg, nem lesz ez jó neked pénztárcába. És azt mondta, hogy 100 like-nál meg 2-t sorsolunk ki, és ő fizet 3-at. 200-nál már 10-et sorsolunk, és 20-at fizet. Gyerekek, Spici Laci nagyon jó, barátunk felveszünk, barátisztára. Te gyerekek, most osszátok, fosszátok a live-ot, ne rögjetek már, bassz meg. Tehát most osszátok, fosszátok a live-ot, gyerek. Ú, bassz, te piszkatos senki, várjatok. Jó van, rájut a macskámra. Ja nem, jó van, azt hittem, hogy az. Na mindegy, gyerekek, ne foglalkozzatok vele, osszátok, fosszátok a live-ot, most csak nektek a Stachwitz TV-n 2 darab 8-as prémium tankot sorsolunk, és Spici Laci mondta, gyerekek, csak Spici. Most itt 70% engedménnyel megkapható a Stachwitz TV-be. Ne felejtjétek el, Rufen Zietz an Drámádi Fiel, Drámádi Null, my name is Janet. Emlékeztek, emlékeztek ezekre a pornó hirdetésekre? Hello, ich bin Janet. Rufen Zietz an Drámádi Fiel, Firmádi Dráj. Spici, na, szóval gyerekek, ami a lényeg, Spici Laci, Spricen Laci, most már Spricennek hívlak, huncut fiú. Szóval Spigo Lali, beajánlott nektek egy csubára egy 8-as, jó? Szóval megvan a 60 csibu, 70 csibu,
akkor aztán lesz itt egy cigonya tang nektek csak tőle. Tőlem is nyomok majd egyet nektek, de aztán ebben nem kell foglalkozni nektek. Szóval gyerekek, azért ez kurva egy dolog. Tehát gondoljátok be azért, hogy Spiti Laci, jó van, közel kellett hajolni a monitorra, az geci. Na mindegy, célnek olvastam. Szóval gyerekek, osszátok, fosszatok a lábát, ez nagyon durva, ilyen mi nem volt a történelemben. Ezért le kell nyomnom az indulót. De kell, Spiti Lacinak le kell nyomnom az indulót. Tehát még egyszer elmondom nektek, Spiti Laci felajánlott egy 8-as tankot, a 70 like megvan. Oh, tehát kettőt sorsolunk ma, és egyet fizetek. Én egyet fizető. Jó van, a zenéből elég az, mert túl hangos, de mindegy, azért elindítottam, tehát a kedvére elindítottam, meg kurva jó amúgy ez induló, én imádom, hogy 4 like-ra vagyunk, megvárjuk, Laci, beszoptad. Na mindegy, menjünk addig, várj, azt én sem mondhattam volna szebben, Rosi. Mit írt Gabe-nél, meg te fizetsz neki, hogy legyen neki, rohadjon meg a tálib köcsöge. Allahu Akbar! Szaktak be, Na, amúgy kömmel azt mondom nektek, gyerekek, vannak ilyen live-ok, ahol mi fizetünk, meg vannak olyan live-ok, ahol nekik fizetnek. Tehát én azt mondom neki, ő csinálja jól, hogy neki fizetnek. De tényleg. Alapból igen. Tehát, hogyha azt veszed észre, hogy én szerintem az előző évben szerintem 500 000 forintnál többet költöttem a játékra, ő az előző évben szerintem 500 000 forintnál többet keresett a játékkal. Tehát, hogyha a biznisz részét nézzük, ő tud valamit. Tehát azért ez nem el anyagolható tényező, hogy neki fizetnek, értitek? Tehát jó, hát én nem nézek olyan szánalmasan. Na mindegy, hagyjuk ezt az egészet. Szóval azt mondja, Spiti Laci azt mondta, hogy tuti 1000%-ra fog ő, én sorsolok, ő fizet, tehát ez kurva jó. Nem jössz máskor is? Figyelj, Tomi, írtam neked, hogy küldjél légy szíves megint klám meghívót, basztál válaszolni, de mindegy is. Mikor, hova írtál te nekem, ne viccelj már. Hova, játékon belül. Hol, mikor? Egy hetek, mondjál. De itt van, Spiti Laci, várj, kereslek. Spiti Laci, nincs üzenet. Itt van nekem chatben, megvan. Én nem zárom be, ha valaki ír nekem, itt van lent végig, látjátok a live-ba, itt van. Tibi, Kvicsi, Gergő, még Johnny. Még meg olvastad, írtam neked, hogyha beférek a szakaszba, akkor hívjál meg. Akkor hozzáadlak a tiltó listához, az jó. Barát felkérdés, újra küldése. Na miről beszélünk? Csatlakozás a chatterről, ez nem lehetséges, próbál meg újra. Na ehhez mit szólsz, bazd meg? Hát Tiltottál te kurva, tudod. Én? Téged, persze, igen. A barát felkérdés újra, látják rá, hogy mit csinálok. Barát felkérdés újra küldése, tehát én már egyszer küldtem neked. Tehát nem, barátok vagyunk már, klám. Nem vagyunk barátok, nem mondd el. Nem beszél így a barát a baráttal. Na jó, van, csapassunk még egy kört, aztán utána 69! Nem emlékszel, de tőlem Fradi sort kértél annó. Legyen meg a szívedet, és hol van? Hát, ez az, hogy nem tudtam beszerezni. Hajrá, Fradi, hajrá, Fradi. Amúgy nem csak az ülőjútól lehet kapni a shopba, de az is nagyon ritka, mert most a Heineken gyártja. De most egy nagyon jó barátom hazament Magyarországra, és mondta, hogy ha törik a szakad, ha vért kell fingania, akkor is szerez nekem Fradi sört, tehát nagyon imádom a száját. Imádom, szeretem, jó gyerek. De mindenki jó gyerek, aki szereti a Stuck Fitz TV-t, és nektek is külön köszönöm amúgy Laci Pepperon, hogy itt vagytok, meg mindenkinek, aki a streamben itt van és a chaten elmolyol. Nagyon ritka az, hogy ilyen jó társaság jön össze egy live-ba, és nem az van, hogy anyád meg buzi meg köcsök, hanem tök jó el vagytok egymással. Úgyhogy ha még csak ennyien is vagyunk, én örülök neki, hogy ennyien itt vagytok, úgyhogy el leszünk szerintem ebbe az évben is, mint tavaly, úgyhogy így tovább. Köszönöm szépen, srácok. És ne feledkezzünk el Orionról is, hogy PayPal 1 euró, gyerekek, egy kibaszott eurót küldjünk, hogy meglegyen a Jack Danielsre a pénze, és legyen egy kellemes napja, mert mindig ilyen tablettás bort iszik, de remélem, hogy most már fél tablet, Ja, Talib Tabi, egyre jobb. Na rakjunk tankot, és még zsúzzunk egy kenőmájast. 69 like, várat marad magára a 70. like. Hogy meglegyen az a 8-as primitak. Abba hagyom a live-ot, nekem fizetned? Nem kell. Ez nem azért csinálom. Ilyen cigány alatt, abba hagyom a live-ot, nem kell fizetned. Hatásokat! Ha de mariskától ne vedd el a harisnyája. Na, csapassuk, mivel nyomjuk? Gyerekek, hozok valami jó olyan tankot, amivel régen játszottam. Figyeljetek, ezt a Type 59-et el kell mesélnem nektek. Első dobozból nyitottam ezt a tankot. Tehát vettem egy dobozt,
És az első dobozban benne volt egy különleges ajándék, Type 59. És akkor azt, és azt mondtam, hogy nem tudok vele játszani, de berakom. Én se. Berakom szívesen. Ajjjjjjjj, de nézd, hát a doppel meeting van! Na figyeld a kurvákat, bemegyünk. Akkor most ilyen Japó City van, mi? Mi vagyunk a cheaterege. 70 like! Hoppá, ott a plusz 8-as premium tag! A csém, Spiti Tomini, köszönhetően 2 darab 8-as prémium tankot sorsolunk, egyet, ő fizet egyet, én fizetek. Hát gyerekek, azért ez nem semmi. Tehát ez nem semmi, úgyhogy beszoptad, Laci. Milyen őszint, nem szopta be, hát figyelj ez. Laci, kem jössz legközelebb is? Jöhetni az összes live-ba, jaj. Nem, amúgy tőle, köszi, aranyos vagy, tehát ez nagyon ritka, hogy valaki ezt így. Szia Norbi, üdvözöllek, Ali Papi, Kakinyali, Papinyali, Babi, Zacsi. Gyerekek! Nyomjátok a lájkokat, osszátok most azonnal mindenhol a live-ot, hogy 2 darab 8-as prémium tankot sorsolunk a live végén, ami már lassan vége, úgyhogy ne felejtjétek el, 1000-rel osszátok, fosszátok most mindenhol, hogy minél többen legyetek, feliratkozás, követés, követés, like, és egyéb hasonló muszkulális hematómák. Na hol vannak a bajtársaim, merre megyünk? Dugni. Nem akarok most. Elkaptam valami furcsaságot múltkor. Nem baj. Pepperoni, berakta a pepperoni. Megcsípte a pukkantómát. Huncut fiú. Nézzétek milyen zoomot nyomok. Csú, 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 csú. Hú, ez nagyon Star Wars-os volt, geci. Hú, nagyon. De így szóltok a Star Wars-os, bazd meg, hát komolyan. Felvettem a legjobb Star Wars trikómat, geci, érted? És bazd meg, fogtam ezt, ezt komolyan leharaptam róla a V betűt. Hát ilyen nincsen, bazd meg, hogy így megcsinálj. Egy nyom. Luke Skywalker buzizik, érted? Hát komolyan mondom, én... Tiszta vicc volt az egész. Figyeljetek, most át fogok kommandózni. Várjatok, várjatok, körbe megyek neki. Gyere, menjünk, forduljunk vissza. Hagyjuk, hagyjanak be oda, azt hiszik, hogy áll a faszunk. És közben nem áll, hanem kurvára áll. Gyerekek, legyen meg a 100 like, meg akkor 3 premium tankot sorsolunk, és 2-t én állok. Na gyerünk, hadd szóljon. T-34, ott vagy kutya. Ott a SU-101. T-57. Jó, van, kapja a gyerek az ívet. Csak van egy SU-101 ott a mellékesbe. Dob ki a tornyod, dob ki a tornyod. Dob ki a tornyod. Menjünk rá, rázúzunk. Várj, ott még van jobbra nekünk valami. Kenjük rá, gyere Pepo, vigyázz jobbról SU-101. A kurva, ott egy Type 59. Jó van, megyek az FV seggébe. Hoppá, eltalált. Szevasztok. Ez az, gyönyörű, ott a... Au, bazd meg, ott az FV, vigyázz jobb. Ja, Istenem! Pedig nagyon terminátorok voltunk, így kell játszani, bassz meg! Rá kell nyomni a jolót, így van, szép volt! Csak én megint engem lőttek ki, de mindegy, azért legyen értelme a játékot, tudod azért. Mégis a Spiti Laci most beajánlott egy 8-as tankot, akkor mutatom őt, tehát. Jó, ne legyen itt gyerekek kérdés a válaszra, a válasz a kérdés. Jó, Pepperoni, nem érdekel senkit. nem köcsögösködünk. Gyerekek, osztás, fosztás, követés, like, követés és minden faszos. Skywalker buzi lett. Ne, Skywalker. Hogy írtál le? Skywalker, úgy írtál le Gyula. S-K-J-vel, geci, nagyon kemény. Jaj, öcsém, de imádlak benneteket. Na szóval 71 like-nál tartunk, csapassuk tovább gyerekek, osszuk, fosszuk a live-ot. Még itt vagyunk egy pár percig. Ó, sajnos az internet kapcsolat megszakadt. Amúgy különben... Jó, nem mondom ki, mert megígértem magamnak, nem fog senkivel köcsögösködni. Na mindegy, a lényeg az, hogy gyerekek, sorsolunk ma. Halljuk, mondd ki. Nem akarom, nem, megígértem magamnak. Miszú. Dávid Vikár, iratkozz föl, legyen még a szádon, osszat, fosszat te is a live-ot. Mai napon 2 darab 8-as prémium tagot, tehát egyet fogunk sorsolni, mert én kinéztem egy csomagot nektek.
Tehát Spiti Laci fog egy prémium tankot sorsolni, amit kértek, nem tudom, hogy Laci hogy oldja meg majd. Ő megmondja, hogy milyen... Igen. Tehát Laci mondja, hogy milyen tank az, amit leg lehet kapni, meg kisorsolom, jó? Nálam pedig lehet nyerni egy csomagot, amit most néztem ki, 3100 gold és 30 nap prémium. Szerintem korrekt, nem? Vagy legyen két prémium tank? Nem. Nincsenek annyian. Nincsenek annyian. Igen, tényleg nincsenek annyian. Ha 100 néző lenne, akkor kidobnánk. Én kidobnék, ha lenne 100 néző, én kidobnék két prémium tankot. Ez simán bazd meg. De komolyan. Spiti Laci, majd jelölj be Facebookon, jó? Mert respektálom a kezdeményezésedet, de komolyan. Tényleg, ez. Ice vagyok. Dávid Vikár, okay. Ice vagyok. Hát én meg hot. De mindegy, de most melegem van, mert sokat itt van. I am sexy, I know it. Péter Tollas, elég ez már simán! Szevasztok, Alipapika, Kinyalipapinyali, Mamzias is, Strakvist Team volt és lesz és van is. Úgyhogy pepperoni pippóval és nyomjuk Spiti Lacival. Az új szponzorunkat. Köszönöm szépen. Jó, akkor most megkérdezzük Spiti Lacit, mióta játszol a játékkal, és mi tetszik a játékban? Egy éve? Kicsit több. Mi tetszik? Köszi Alex. Igen, mi tetszik? Hát te. A cuki vagy, aranyos, köszönöm. És miért nézitek, miért nézed a Strakvist TV-t, ha ezt megkérdezhetem? Mióta nézed a Strakvist TV-t? Körülbelül 4 hónapja, amúgy voltam a klánodban is. És írtam, hogy vegyél vissza, bazd meg. De nem tudok küldeni meg, ki volt, de letiltottál, te kurva! Én nem tiltottalak le. Hát most itt vagy, barátnak se tudlak felvenni. A barátokat azért nem lehet felvenni, mert letiltottál. Barátok vagyunk, bazd meg. Hát tudom. Én is szeretlek. Pepperoni, mióta nézel a Strakvist TV-t, és mit vársz tőle? 2 pillanat. Azt a kurva. Másfél éve nézem. Köszönöm, köcsög 4 diszklák, nem számít gyerekek a diszklák, az diszklák nélkül is. Mit szeretsz Pepókán? Dugni. Mit szeretek benne? Jó ja. Hangulat. Jó a hangulat. Meg nem az van, hogy kéregettek, hanem inkább adtok a játékot. Nem, mi nem kéregetünk, mi erőszakosan követelünk. Tehát a kettő között különbség van, érted? Tehát én most is kunyarálok a Jack Danielsre, Orionnak, Paypalra, 1 euró gyerekek, úgyhogy ha van valakinek van kedve, akkor egy 1 eurós Paypalos támogatást Orionnak a Jack Danielsére adjunk, azért Orion is egy arc, azért mégiscsak tudjuk, hogy kiről van szó. Vagy kudarc. De ez nem rossz. Úgy most megnézem, hogy néz ki. Pinán kívül, pinán belül mi? Segjük. Tehát nálam alap. Tehát nincsen. Bemegyünk a fekete lyukba, geci. Amúgy mindig azon rögök, hogy NASA kutatja a fekete lyukat, tehát bazd meg, mindenki hazamegy, szépen kinyitja az ajtót, benéz a szépen oda, ahova kell, és megkérdezi, hogy hello. Érted, hogy kutassátok tehát azt nem értem, a NASA mi a faszin megy az űrbe kutatni ezt a fekete tömeget? Tehát ami fekete, tehát a sötétség, mi az a sötétség? Ha most nem lenne egyszerűbb, hogy bazd meg, kapcsold le a villanyt otthon, geci, azt kutasd otthon. És mi a fasznak kell az űrbe menni, bazd meg, hát itt is van sötét. Meg annyi sötét ember van, geci, érted? Tehát mondom, ez egy teljesen olyan dolog, hogy én nem is tudom, mi a fasz keresnek az űrbe ezek. És erre mi pénzt fizetünk. Tehát, de komolyan, de nem, fizessék nekem az adót, és gyertek ide hozzám, lekapcsolom a villanyt, geci. Sőt, még belenézhetek a seggembe is, bazd, ott is sötét meg, ezért kutassátok ott. Még a takarót is ráhúzod. Így van. Szevasz, Roli, hol a picsába voltatok? Hát nem tudom, boltba? Nem tudom. De itt vagy, boltba. Margitnál voltunk a boltba. Menjünk még egyet, guruljam meg a szátokat, rágjam ki a gyomrotok szélléknek. Vettem majd egy új alsógatyát, tehát egyből összefostam, geci. Amúgy különben van egy nagyon jó barátom, és azt mondta, hogy nem tud leszokni a fehér alsónadlág vásárlásról. És de komolyan, tényleg nem tud, és akkor azt mondja, hogy csak azt nem érti, hogy minden héten vesz új 3 fehér nadrágot, és amit felvesz, az másnap van rajta egy fekete csík. Most azt mondja, hogy ez gyárilag hibás, aki mossa. Nem barda?
Hát, nem akartam mondani. De mindig van rajta egy függőleges. Ha vízszintes lenne rajta, még megérteném, hogy gyárhibás, de függőleges a dolog. Ezért úgy gondolom, hogy összeszarta magát. Tehát... Ez hülyeség, mert kifordítom, befordítom, előről, hátról. Tehát négy napig simán jó. Igen. Innentől kezdve? Ennyi. Szia, Dávid Vikár, mi PUBG-zünk, PlayerUnknown Battlegroundozunk, és természetesen azzal is lesz majd live, és tudjuk, meghívom Spiti Lacit, geci, mert van két akuntom, úgyhogy Pepo és Laci majd jöhettek vele, ha van kedvetek kipróbálni a gémet. Jó, jó, és akkor majd nyomunk azzal az egy live-ot, és akkor majd azon is elborzulunk, mert hát kegyetlen, azon nagyon fel tud magam húzni, tehát olyan geci, hogy leugrok a székből, bazmi, de olyanokat ugrok, hogy amikor fejbe lőnek, geci, leborítom az asztalról klaviatúrát, geci, érted? Tehát olyan be tudok szarni rajta, hogy az hihetetlen. Menjünk egy vicces tankkal? Melyik az a vicces tank? Hát nekem vagy ez. Geci. Menjünk akkor vicces tankkal. Vagy esetleg, amit még szeretek, és vicces tank az... Szeretni! Meg nem is! Jó, tudod! Volt egy kedvenc számom. Az mindig van egy gyerek. Látok, van egy kedvenc számom. Van egy magyar kedvenc számom. Fú, geci. De nagyon szeretem azt a magyar számot, de komolyan, imádom. Várjál, mindjárt szembe jut. Múltkor énekeltem, és átjött a szomszéd. Várjál, fúgja. Nem. Egy tényleg nagyon jó szám. Várjál. Izzi, Somló Tomi énekli. Fú, geci. Egy nagyon nagy sláger, azt hiszem az első sláger volt Somló Tominak. Nem Somló. Hogy hívták? Ilyen copfos csávó. Horváth Jóska. Ennyi a picsába, Robotzsaru. Nem tudom, geci, a nevét, de olyan jó számom, de már számot sem tudom, annyira jó volt. De mindegy. Tehát ezek a jó számok nem marad. Nem erd össze, Tomi, a billentyűzet, ha nem teszed be a facécamot. De jóval legközelebb berakom a facécamot, bazd meg, komolyan dögöljek, meg a berakom. Felveszek egy ilyen tornadresszt, ilyen rózsaszint, kilátszik majd a melbimbom. Én felveszek egy ilyen tankos sapkát, egy ilyen nagy szemüveget hozzá, és izé, és kifestem a szememet. Csoki fiú. Tomi, ne. Ruhát így... változtass. De nem, mert PUBG-zek, geci, ott át kell öltözni. Tudom, tök mindegy. Borát. Most mi van nullán? Borát. Nézd, megint megnyomtam a gyorsítást, geci. Menkini megvan. Most merre megyek? Megyek hozzátok oda föl? Hát, ahogy érzed. Én nem érzem, tehát azért kérdezem. De kurvára nem érzem az egészet. De azért mondom, hogy... Én jó, hát. Egy Menkinis képet szeretnék látni. Miért? Menkini. Nem. USA-ban nagyon sok kép készült róla, meg videó. Ja, gyerekek, fel akartam rakni nektek Las Vegasból egy videót. Minap rájöttem, hogy csináltam videót egy katonai bázison. Kb. 5 méterre voltam a bázistól, megengedték, hogy videózzak. És pont akkor szállítottak le 850 tankot, és jöttek le a vonatwagenekről, tolattak le a tankok. Úgyhogy majd a Strakvic oldalon meg fogom osztani nektek, és hogyha valaki kitalálja, hogy milyen tankokat tolattak le típusra, köztük ki fogok sorsolni majd egy videókártyát február végén, de ezt a videót majd úgy fogom felrakni, hogy adok rá egy hetet a szavazatokra. Úgyhogy egy hetetek lesz arra, hogy hozzászólásból odaírjátok a játékos neveteket, és most miért megyek ennyire előre, és még egyéb hasonló dolgokat, és akkor kisorsolunk egy videókártyát. És ez kurva jó lesz, mert nagyon jó videó amúgy, tehát ez tényleg Las Vegasba készült, Las Vegas és Los Angeles között, nem, hát nagyon-nagyon a középmédiumba, ott majdnem a Grand Canyon Citynél, és tehát kurva jó volt, tehát geci jó volt, jó élmény volt látni ezeket a tankokat, hogy ott heberdez. Na most mi a kurványámat keresek itt amúgy, különben a 8-10 tanknál? Hoppá! Az csúnya volt. Az, bazd meg. Miért nem? De most miért nem? AMX-50B-t. Kurva anyádat annak a rohadt Artinak, bazd meg. Buzi az mind. Ez mi ez a torony itt? Hát az enyém. Valaki megemelte a kalapját, Get. Na jó, nem az enyém. Aki előttem volt azért. Ahogy különben engem is szét fognak baszni, Art.
Hogy megint szopjuk a fasz, de hát minden gyerekek, ez egy ilyen. Sziasztok, halipapika, kinyeli papanyelő, mamizacsi, osszátok, fosszátok a lábot, két darab 8-as prémium tag lesz kisorsolva, vagy egy, és egy nagyon jó csomag, Spiti, Laci, Tomi, vagy Spiti. Faszont ugye hogy hívnak, tök mindegy, na mindegy, a mindegy visszavonja. Na, tehát az ő hozzájárulásából, ő támogat nekünk egy 8-as prémium tankot, amit kiválaszthatok, ő szponzorálja. Érdemes itt lenni nulla sebzéses Trackwiz TV-nél, mert kurva jó dolgunk van. Én meg kisorsolok egy, így van, OP popék, az azt jelenti, hogy originál. Puff, ott van bazd meg! Mi van OP? Mi van OP? Mi van kis csávó? Egy sárga dobásra átítok, jó? Jó, sárga dobás, de ne legyen benne fekete, elmész, ugye ez szarsz visszajönni, tudom bazd meg. Max pardok, de nem, visszajövök, ígérem. Max két perc és itt vagyok. Oké, doki, itt egy Conqueror. Bazd meg, meg fog dögölni. Ja ne! Jajajaj! Jakpanzere! Inkább megyek meghalni, becsült. Most hogy pattalhattam le róla? Nem baj, gyerekek, megpróbáltam a lehetetlen, bocsánatot kérek, kiél még senki. Jó csata volt, geci. Na mindegy, van ez így. Szóval gyerekek, feliratkozás, like, követés, aki itt van és feliratkozott, részt vesz a sorsoláson. Tehát én magam fogok kisorsolni nektek, mert a Strackwitz live-ban mindig van sorsolás, és nem is gyenge sorsolások, minden live-ban van sorsolás, úgyhogy osszátok, ahol tudjátok. Tehát én nektek ki fogok sorsolni, azt mondja, én ezt néztem ki nektek, azt mondja 3500 gold 30 nap prémiumot, és Spiti Laci pedig egy bármilyen választott 8-as prémium tankot fog finanszírozni egy kisorsolt egyénnek. Tehát úgy gondolom érdemes itt lenni. Én már rá is nyomok az én izémre, hogy gift. Nagyszerű. A lényeg az, hogy Nightbot-tal fogunk sorsolni, úgyhogy ha azt mondom, hogy pörögjön a chat, akkor majd pöröghet a chat. De még egyelőre azt mondom, hogy oké, de 20-59, szóval megvárjuk Spiti Lacit, és utána sorsolunk. Tehát gyerekek, osztás, fosztás, követés, like, követés, és egyéb hasonló muszkuláris hematómák. Nagyon örülök, hogy itt vagytok ennyien is, ha még nagyon kevesen is, de hát szarni bele szól a zene. Ez már megszokott Strackwiz TV-nek, hogy utálják, mint a büdös szart. De mindegy, értetek vagyunk, és értekek is maradunk, és értekek is leszünk, és még így eljöbb hasonló, úgyhogy csapatjuk tovább, mint Atom Picsa. Akinek nem köszöntem előre is elnézést kérek, szevasztok, halipapika, kinyali, papinyali, mami, zacsi! Szóval én is csak nyitogatok, tapasztalatot. Hát gyerekek, elgondolom nektek, valaki járt közületek USA-be? Szia Norbi, szia, üdvözöllek, iratkozzál fel a csatornára, halipapika, kinyali, papinyali, mami, zacsi. Ki járt ott? Senki, gyerekek, amúgy kurva nagy élmény. Egyszer, ha megtehetitek az életbe, és ne sajnáljátok rá a pénzt, látogassatok el az Egyesült Államokba, egy városba, ne pont New Yorkba, meg geci drága amúgy. Mondjuk a kínai negyedben geci olcsó a kaja, tehát kurva jól lehet lakni reggelivel is, meg ilyenek. Este meg lehet bemenni, bebaszni a Wall Street, ott a legjobb. De Las Vegas mindenféleképpen látogassátok meg, az Egyesült Államok legolcsóbb városa, tehát szó szerint a legolcsóbb város a kaszinók miatt. Tehát a szállás és a kaja és minden más is egyéb hasonló dolgok geci olcsó és kurva jó. És ha tehetitek, egyszer béreljetek egy autót Las Vegasba és húzzatok le Los Angeles-i kocsival, mert geci kurva nagy feeling van benne. Tehát borzalmasan királyság a dolog. Persze ebben az évben megyek megint, egyértelmű. Ugyan New York, Los Angeles, Las Vegas, San Diego, San Francisco is hasonlók, de gyerekek, onnan is megpróbálok a live-olni, amúgy különben múltkor azért nem tudtam nektek live-olni, mert vettem ilyen kártyát, ami az Egyesült Államokban jó, a saját szolgáltatomhoz itt Németország, és kurvára gecire nem működött, és csak wifin keresztül tudtam tolni, és sok helyen volt, de gecire le voltak terhelve, úgyhogy de most már másképp fogom megoldani, most már meg is van rá a megoldás, de mindenféleképpen onnan is fog nyomni valamit. Na szóval, azt mondja, sokan éger, nem sok, amúgy különben Bronxban voltam. És ott mindig mondtam, én úgy hívom a négereket, hogy papa, a néger mama, a néger lányok, amik úgy hívom, hogy mama, és akkor tudod, jöttek az emberek, és mindig csak annyit mondtam, hogy papa, mama, és úgy éreztem, hogy Afrikában vagyok, de amúgy nagyon jó gyerekek, tehát kibaszott nagy arcok, tehát én megmondom nektek őszintén, hogy nem csalódtam, és azt vártam, amit kaptam tőlük, tehát borzalmasan barátságos emberek, de egyet jegyezzetek meg, ha bejutok egy étterembe, az első az legyen, azt mondjátok, nem kérek kávét. De gyerekek, ezt komolyan mondom, ezt úgy véssétek be az agyatokba, hogy az első, amit mondtok, ha jön a pincér, nem kérek
kávét. Értve vagyok? Mert bazd meg! Kihoz egy 5 literes csuport, beleiszol egyet, és újra tölti, geci! Érted? És amikor már ott lennél, hogy eszel, már a szemed felakad az agyadba, és zsibbad a gerincet, bazd meg, mert annyi koffein van a beled meg az agyadba, hogy azt se tudod, hol vagy, érted? Tehát ne kérjetek kávét, geci! Ne kérjetek, bazd meg, érted? Mert amúgy ingyé van, de ne kérjetek kávét, geci! Borzalmas. Na szóval, azt mondja, akkor azt mondja, sorsoljunk, jó? Azt mondja, ránézek a Nightbotra. Először azt mondom, hogy sorsoljuk ki az én muszkuláris hematómámat. Mit szóltok hozzá? Tehát, amit én sorsolok, 3500 gold és 30 nap prémium nap. Szóljatok le, érted? De szerintem ez egy kurva jó dolog. Szóval, mostantól mindenki csak egyszer írjon be a chatbe, hogy pinaszőr, faszőr, hurkalé, segjuk, szarás, húgyozás, magömlés. 1, 2, 3. Pörögjön a chat, gyerekek. Csapassátok neki, hogy dolgozzon a Nightbot, mert ha most itt aktívok vagytok, akkor mindenféleképpen részt veszek a sorsoláson. Tehát gyerekek, csapassátok ezerrel a chatbe, pörögjön a chat. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Lássam, gyerek. Lássam, lássam, análisan. Miért nem látom, hogy pörög a chat? Nem is pörög, mi? Hát nem. Azt a kurva élet, de hogy nem van. Pörög, mint állat. Baszógép is odaírt, oda. Pörög, pörög, immunis vagyok a kávéra. Egyre jobb. Hurkalé, Péter Tollás, szia Alipapi. Iratkozzatok fel a csatornára, gyerünk gyerekek, minden egyéb, és osszátok, fosszátok, hogy mindig húgyozás. Hát ez kurva. Közben itt jóval beindult a Nightbot is, ez az gyerekek, csapassátok, és utána sorsolunk, és azt kérném majd, hogy sorsolással lejött, és megkapjátok a nyeremény nevét, akkor a nev, már beszélni se tudok, geci, tehát ha kisorsoltam, akkor a nevét, a játékos nevét kérném az úriembernek, ami a Nightboton is megjelenik nekem, és privátba is kérném majd jelezni nekem a bot akuntomon. És utána pedig Spiti Laci felajánlásával érkezik egy prémium 8-as tag, amit anyabaszó módra az lesz, amit akartok, tehát ő szabja meg melyik. Tehát ő azt mondja, hogy melyiket sorsolod, Lacikám? Hát a 8-as prémium tagot. Így van, tehát ez azt jelenti, hogy bármelyiket. Tehát bármelyiket, így van, bármelyiket kérhetitek, bármelyik 8-as prémium tagot, ami benn van a shopba, Spiti Laci bátyánktól megkapjátok. Most itt, csak nektek, csak most, csak tőlünk a Strachwitz TV-n, 100%-os procentben. Geci jók vagyok! Izgalmas! Jó van, oké, lepörgött a chat, lássuk ki. 53-an lettetek, hát olyan faszomba jöttetek ennyi. Gyerekek, az, de legyen meg a like, meg a feliratkozás. Gyerekek, iratkozzatok föl rám, légy szíves. Legyen már meg a 2000 feliratkozó. És ne felejtjétek el, Orionnak gyűjtünk Jack Daniels whiskyre, 1 euró a PayPal-ra. Tényleg nem, gyerekek, nem videókártyára, meg izére gyűjtünk, tehát véletlenül sem. Hogy tönkre ment a videókártyám, és nem tudom, hogy mi lesz velem, de rakjuk össze együtt, kérlek szépen benneteket, hogy próbáljuk meg együtt összerakni, vagy eladom a régi telefonomat, és megpróbálok venni egy újat. Na szóval azt mondja, hogy csapassuk tovább, kakis golyók. Egyre jó. Kakis golyók. Ja, kakis golyó. Cukik vagytok. Na jóval, akkor sorsolom az ennyi. Azt mondja, álljon baszógép. Hát ez kurva. Álljon de baszógép. Na lássuk, ki nyeri az én csöves ajándékom? Tom Sawyer kalandjai nyerte. Feliratkozás, státusz, hoppá. Na most következik a probléma. Státusz privát. Mint tudjátok, előző évben is nagyon sok streamben előfordult, hogy a privát státuszba feliratkozó úriembereket nem tudom acceptálni. Tehát újra sorsolok. Cancelt, és újra sorsolok. Tehát mindenki, aki fel van iratkozva a csatornába, ne privát szférába tegye meg. Amikor feliratkoztok a csatornára, kaptok egy kérdést, hogy privátba szeretnétek, vagy hogy lássa mindenki, hogy fel vagytok iratkozva. Ne nyomjatok rá privátra, mert akkor nem tudtok részt venni a sorsoláson a csatornán. Tehát Tom Sawyer, sajnálom, ez most egy szabály, sajnos, ez tavaly is így volt, úgyhogy próbálj meg légy szíves legközelebb erre odafigyelni. És így is marad. Azt mondja, Rollit, Rorsi troll akja! Ha! Rorsi cigány nyert tőlem, geci! Segjük, ide írta a kurva! Egy éve rinyál itt nekem, hogy nálam soha nem nyert semmit!
És nézd meg, hogy a troll akja nyert tőlem 30 nap prémiumot és 3500 goldot. Te büdös kurva, te! Nézd meg, rorsipova, te rákos kurva! Nézd meg, itt rinyál nekem egy éve, és bazd meg, nézd meg, és nyer a csicska akuntja. Ekkor egy rohadékot. Rorsikám, írd ide, melyikre kéred, és küldöm neked, jó? Egy kis türelmet kérek, légy szíves, írd ide, hogy milyen névre küldjöm neked, te szarházi ribanc, te. Azt a kurva, egy év után nyer a csóri gyerek, hát ez kurva nagy, beszaronged. És Léci, majd rakja, hogy átvetted a giftet, hogy nehogy az legyen, hogy itt most sunyi van, meg kurvaság van. Tehát Nightbot-tal sorsoltam rendesen, természetesen mindig azzal sorsolok, majd a következő sorsolásra természetesen már egyszer csináltam, és szerintem kitöröltem, az OBS-t újra raktam, hogy lehessen látni a sorsolás menetét is, hogy nehogy az legyen, hogy itt csalás van, tehát mindenféleképpen látni fogjátok a sorsolást is, majd úgy berakom az ablakot a live-ba, hogy lássátok. Tehát akkor légy szíves, Rossi, keresd meg itt privátba, és majd szóljál nekem, hogy melyik akontadra kéred, de igyekezzél vele, mert szeretném már utalni, és a faszom tele van, vagy mindig várnom kell a névre! Jó? Na, és utána is most következik a 8-as prémium tag sorsolás, de mielőtt a sorsolás megtörténik, kérnélek szépen, te büdös ribanc, hogy írd meg a nevedet, mire küldjem neked az ajándékot. Mert nálam lehet nyerni. Rossi, kérlek, mondd el, hogy régi streamereknél nyertél valaha bármit is? Szerintem nincs itt, nem írt. Ma jövő ideje. Azt írta, hogy Facebookra elküldtem előtt. Facebook, hagyjam a Facebookra, nincs Facebook. Most nem nézek Facebookot. Légy szíves, ide írd be a Night, ide a chatbe, YouTube-ra a játékos nevet, amire kéred, és az nekem a Nightbot-ba jelezni fogja, és azonnal küldöm, jó? Most nem érek rá most itt Facebookozni, légy szíves, ez egy nyílt dolog. Akkor úgy, vagy ráhajolsz, ha nem érsz rá. Ó, huncut fiú, már megint miről beszélünk? Nyáó, te kis disznó. Várjál, adtam el nektek rá... Ne röfög! Röfög! De előtte megyünk egy kört, jó? Utána sorsolsz. Öti. Közben megyünk még egy csatát, és a következő csata után még egy sorsolás, amit Spici Laci fog támogatni nektek, tehát egy 8-as prémium tank lesz kisorsolva, ami azt jelenti, hogy bármelyik lehet a shopból Spici Lala bácsi felajánlásával, tehát kérhettek lővét, kérhettek T-34-et, kérhettek Objekt 907-et, mindent kérhettek. Objekt 907-et? De köci vagyok, mi? Na mindegy. Szóval Spici Laci geci nagy arc vagy, tehát köszönöm szépen, és ezt pont Strákvisz teambe tette meg, nem máshol. Tehát ez nekem egy elismerés, és még egyszer nagyon szépen köszönöm. Majd visszautalom neked az árát, jó? Hogy kettő közben megbeszéljük. Ne, figyelj, elisztuk, jó? Megbeszéljük. Tiesen. Találkozunk és elisztuk. User was moved to your channel. Szia. Ebből semmit csalott el a mutóba. Mi van, buzi vagy? Rorsi is online. Foglak, duglak. De komolyan nem tudom most milyen névre küldjem neki, most mi, hova? Menjünk egy csatát és akkor... Megyünk egy csatát és akkor utána kisorsoljuk a 8-ast is, jó? Igen, meg addig gondolkodhat nyugodtan. Így van, na menjünk egy csatát akkor. Na gyerekek, akkor még egy csata. Egyébként Tomi, szeretnék kérdezni tőled még valamit. Figyelek. Tomi Depp. Yes, of course. Ugye aki beszél németül, Depp, az annak van jelentősége. Az arra utal, hogy... Depp? Bist du Deppet? Vagy valami másra? Csak kérdezem. A Tomi Depp mire utal? Aha. Ez egy nagyon jó dolog, az Egyesült Államokon ragasztották rám ezt a nevet.
Hát igen, amerikai hadseregben szolgáló úriemberek. Hát igen, van tengerészgyalogos tetoválásom is. És ők ragasztották rám. Nem, itt a csuklómon. Nem, amúgy a seggemre akartam. De akkor seggbe basztak volna. Na mindegy, a lényeg az, hogy... Szevasz, Csoki Karika! Eljen meg a szádat! Persze, hogy mennek a nyeremények, mindjárt sorsoljuk a 8-as premium tankot. Gyerekek, osszátok a live-ot, ne felejtsétek el. Na és a lényeg az, hogy ott kaptam ezt a becenevet, Tommy Depp, pont azért, mert Johnny Depp, Tommy Depp, és mindig ebbe a ilyen Johnny Depp-es szakálsz bajusz szindrómába szenvedő egyén vagyok. És, láttam, hogy nézel két a igen, tehát, okay. Igen, és ezért ragasztottak rám, hogy légy már geci Tommy Depp. Úgyhogy, na ezért van jó, ez a név. Jó, csak kíváncsi volt, hogy a Depp. Nem depresszió, meg ilyenek. Nem, nincsen depresszió. Nem. Beszopom a faszodat, te köcsög kurva, hogy még mindig nem írtál nekem egy köcsög nevet. Na szóval gyerekek, még egy csatát megyünk, és utána jön a 8-as prémium a sorsolás. Osszátok, fosszátok a live-ot, 80 like legyen már meg, mert imádlak benneteket. Szenya, szevasz Szenya, Csoki Karika. Ugye kurva jó hangom van, geci, mindjárt leszopom magam. Na, menjünk akkor gyerek, nem, várj. Nem tudom, bazd meg mit okozni. Kurva vagy a herém. Na mindegy, azt mondja. Kiírta. Várjál, rám írt TS-en. Rorsak. Itt nem tudok írni senkinek, vagy mi van. Hát meg kutya vagy, várjál. Mikrofont kapcsolja be. Szépen. User was moved to your channel. Yeah, Iceman. Ali. Jaj, megérsz. Ilyen neked is. It's him on. Állj, maradjatok csöbbe. Még egyszer köszönj, Ice. Szia, igen. Hello. Szexi hangja van, mi srácok? Az a nagyon nyugodt, az a... Hello, sziasztok. The legend. You know the legend. Ugye, hát ezt te érteni fogod, Spiti. Hello, sziasztok. Fickerland vagyok. Fick dich! Nein! Doch! Doch, ganze Zeit! So, te hülye fasz! Na jó van! Na, menjünk még egy kör! Menjünk még egy kör! Hozzak francia kurvákat? Vagy kit hoz? Vagy van? Nem. Mit hozzak? Van ilyen buzis tankotok? Melyik buzis? Te kis ribanc kurva! Várjál, nekem ilyen nem! Tadá! Ó, kettes! És csak nem tudom. De várjál, lehet, hogy van 3-as is megkaptam. Van T29-em, geci. Kettes. Tessék? Nincs kettesem. Látod? Rossi rám írt, Ghost, oké. Okay. Jól van, oké, megvan a név, akkor már egy pillanatot türelmet kérek, gyere. Várjál, elküldöm az ajándékot. Nagy XXL, vagy kis XXL? Várjál, azt hiszem, nagy XXL. Melyiket szereted? XXL? Jó kérdés, huncut fiú. Az szeretem képzeld el. Nem szeretsz semmit. Kis igényű. Nyáó. Jó, jó van, gyerekek, várjatok már, ne ideges. Bazd meg, lezúzott a telefonom a földre, geci. Na mindegy, ebből se lesz már baj. És kajak nem töltött. Ó, hogy basznád meg az anyádat, te fos. Na várjátok. Már is elficcentem neki az adagot. Ne írja ház a szó elejét és a végét. Tátará, tárárá, tárá. Jaj, nekem se szokott feljönni, ne aggódjál már, hogy most így nem nyertek, az még egy jó Nál az azok, hogy soha rohadt nőve. Régen feljárt, hogy váltunk, hogy minden fel lesz. Kicsoda ég. Aha.
bazd meg, itt a bűző. Tényleg itt van mutálatok. De a pubbizőt az... és akkor az egyiket meg odaadom, vagy gyertek, ha próbáltok. Akkor játszunk, látom. Vagy sérül. Gyertek, 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 gyertek. Olyan borzalmas a kurva, hogy már szerintem a harmadik újra érzék, hogy szerintem a kapcsolatban. Tehát olyan jön a kurványa meg, és akkor bárra bemész a csatába, és én nem kapcsolod ki ezt a csinyit, hogy én ezt a kommunikációt, akkor azt a futba bejegy a csatába, és én nem játszom a random izék csatát. Erre baszd meg! Tudja, mondom, kussolj már el a kurva anyádat, már minden nyelven mondtam neki, geci. De kikapcsolom utána, persze. Húzom az EU szerverről, baszd meg. Csajná, 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 csajná. Várjál, rossikán, baszd meg, mert itt hulladék engedtem. Most rakjunk be. Válasz valamit. De gyerekek, most mi a faszér laggos ez a geci volt oldal? Most komolyan. Küldeném a szaromat, és csak tölt, és csak tölt, és csak tölt, és csak tölt, és csak tölt. Rorsi, beszoptad, nem kap semmit. Tovább, megyünk tovább. Ez van, bazd meg, Rorsikám. Így van, beszoptad, geci. Egy évig vártál semmire, ez van. Jó van, akkor Rorsikám. Vagy jelentkezz, légy szíves, Rorsi, ha megkaptad, jó? Közben addig megyünk egy csatát. Tehát Rósikám nyert 3500 goldot és 30 nap prémiumot. És most a 8-as prémium tagot fogjuk sorsolni a következő csata után. Ilyes hét. Menjünk be. De nekem nincsen olyan 10-esem ezen az akunton, csak a 907 az nem baj. De maradjatok izomtankkal, maradjatok, és akkor megyek mögétek ott pöckölgetni, meg köpködni. Ne hozzá 140-et, kurva! Már miért? Mert hozzál egy keci erős heavy 10-est, hogy mögöttetek tudjak kurvákodni. Tényleg, kapaszkodjak fel a seggszűrőtökön. De komolyan. De tényleg. Mindig legyen ez Laci török. Laci török! Na jó. IS7. Figyeld a megjegyzést. Figyeld a megjegyzést. 41 ebben. Néző. Ó, 41 néző. Bassza meg. Nem mindegy, azért annyiosak vagyunk itt vagyok. Like, követés, követés, like, Starkfish TV, halipapika, kinyeli, papinyeli, ma bizacsi. Most ezután a csata után 8-as prémiumtag sorsolás. Rorsi nyert előbb egy 3500 goldot, 30 a prémiumot, nyaljam ki a picsádból a szörtek kis hajrezacskó. Még mindig nem kapcsolatok, mert nincs nálam a fülesem. Miért hogy hagytad az iskolába, bazd meg? Érted, hagyjál már, nincs nálam a fülesem, bazd meg. Ekkora na. Szart. Hihetetlen indítom, vagy Rorsi, imádlak, tudod. Na, indítom. Ja, én indítom? Hát, ja, én vagyok a parancsnok, én vagyok a parancsnok. Te vagy a király. A király. Te meg a Sanyi. Hm? Sanyi. Király. Csacsi, Sanyi. Csacsi. Csacsi, Sanyi. Mit nyertél? Semmit? Azt mondja, Sanyi, mit nyertél? Semmit? Hát ez kurva jó. Ja, például mit? Ja, Csacsi, Sanyi. Illés Gergő, lehetnénk többen is? Hát lehetnénk többen is. Ott osszátok, fosszátok a live-ot, gyerekek. Nem kell, neki kell fizetni 30 nap prémet, kinek kell fizetni 30 nap prémet? Rorsi kapja meg a 3500 goldot, 30 nap prémiumot. Ő nagyon jó járt, Rorsi bácsi. Rorsi bácsi. Pont neki még szerintem pár hónap. Szerintem is. Amit összekoldult a rohadt szemétláda. Imádom, jó gyerek. Ja, eddig még semmit, várom a cuccot. Jó van, írjad, hogyha megkaptad, jó? Majd szerintem jövő hónapban megérkezik. Nem, szólja, ha megjött, jó Rorsi. Sofázunk, hogy sorsolunk, aztán meg lófa sincs. Így van, de csak úgy levegőbe beszélünk, nem szoktam sorsolni. De, sört iszunk. Ennyi, én is azt hiszem. Ha? 77 like. Gyerekek, ha meg lesz a 100, beszarok, behúgyozok. De és fel is veszem, bazd meg. Várjál, jövök mellett. Ó, nézd, az anya baszok mögött jövök, geci. Ilyes hét. Gyere, megtorlak, cicám. Ne fingjál. Fú, de büdös vagy, bazd meg. Faszom, bazd meg. Könnyezik a szemem, bazd meg.
Nézd meg ránk lő! Vigyázz! Köcsög VZ 120 balról. Lepattantam róla, Gert. Aha. Láttad? Ő rólam nem. Kaptam egy 500-ast. Én lepattantam róla amúgy. Csak hogy jó legyen. Hát ezt beszoptuk. Még hát, nem. Bazd meg GV100, vigyázz. Doink. Nincs ágyos ügyedésem. Ide elővöldözök itt aranyjal, imádom pazarolni a lecsót amúgy. Mennek föl! De most előbb el tudtam, úgy tudtam feljönni a hegyre, hogy geci jó voltam. És most már, hogy nem vagyok geci jó, most geci szar vagyok. Tehát ez így elég szarul néz ki. Gyerünk gyerekek, like, követés, követés, like, és sorsoljuk a 8-as prémium tagot. Rorsi már nyert 3500 goldot és 30 nap prémiumot. Úgyhogy Rorsikám, ne essék kétségbe, érkezik a cucc. Valami gebasz van ott a... azzal a köcsök szarsággal. Amúgy kurvára nem tudok most játszani, meg nem is érdekel a játék, tehát annyira... bénázok itt. Spoton vagyok. Jódli lesz, kapok mindjárt GV-től. Jó, T-54. Hogy lehet lepattani a T-54-1-ről? De nézd meg, hallod? Tehát aranya, hogy tudok lepattani a T-54-1-ről, Get? Anyabaszó a tankomba. Új, de gyönyörű volt. De gyönyörű volt, Pepo. Nulla sebzése, verem a fasz. Jó, van, elmegyek a VZ 120 év balról, mert nagyon... Jövök. Jövök a T10-nek, gyerekek, a T10-nek kéne segíteni. Nagyon szép, jól van, észrevették, hogy kell segítség a T10-nek. Ne hajj meg, tesó, megpróbálok érkezni. Nyaljam ki a faszodból a szőrdarabokat. Ne! James! James! Milyen? Leütköztem, de szégyen. Mit akarsz, grill 15? Hát lepattintom anyádat is, te hülye csíra. Ja Istenem, kilőtték a kerekemet. Meg kilőtted a lányát. A képet is. Te megint kilő... A kurva életbe már bazd meg itt. Nyomkodok itt össze-vissza már avval a csökevénnyel itt a kis ujjam helyén bazd. De komolyan. Tényleg. Most hova ment az a lövés? Csak hozzá, hogy megkérdezem a TVP, rálőttem a TVP-re, rendesen kerekre rászűkültem, bazd meg, és kajak eltűnt a lövésem, hallott felette, bazd meg. Ali papi? Na, visszajött. Remélem, hogy tetszett neki a szituáció. Jó van, gyerekek, like, követés, követés, like, gyerekek! Minek sorsolásra szállj? Igen, szennye bazzeg. Foglalják a bázist, azt vágjátok, geci? Ez így elég cumi szagú. Szép. Jó van, megyek a grill felé. Megpróbálom a grillet lehatározni. Még szerintem egyet be tudok tőle vállalni egy lövést. Aha, most lőtt el magát. Mennyi idő, míg betölt ez a kurva? Itt van. Sturovó is lő, bazd meg. Ne basszatok már, mert ennyire OP-k vagytok, gec. Aha. Ez így működik. Figyelj, 90 kuki maradt bennem, bazd meg. 37 másodperc, ne basszatok már föl, bazd meg! Kurva életben így elbukni, bazd meg, hogy befoglalják azt a kurva bázist, bazd. És nem tudok előrébb menni, mert ki fognak szedni. Megpróbálom. Tudja, hogy kiszed a grill, de mindegy, megpróbálom. Aha, igen. Kupolaját látom és kilő. Igen, ez így működik. Most meg fogok halni. Szevasztok, gyerekek. Ne hajj meg. Ne hajj meg. Muszáj lesz.
ha, 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 staying alive, staying alive. Nem, nem, nem! Bazd meg, pedig kiszedtem a hegyről, mert beszedtem a hegyről, leszedtem a hegyről, és betettem a hegyről. Nagyon jó vagyok, Getty! Szevasz, Benny boy, Benny boy, Benny, Benny boy, boy, Illés, Gergő, 79 like. Azt a kurva videós faszban 81 like, gyerekek, imádlak benneteket. Legyen meg a 100! Legyen meg a 100! Légy. Na Tomi, sorsoljál, én megdobok egy sárgát addig, jó? Jó, tehát gyerekek, a következő a szituáció. Még 19 like-ra van szükségem. Szükségünk? 19 like. Feliratkozás 1000-rel. 8-as prémium tank, Spiti Laci ája, bármelyiket kérhetitek a garázsból, ami bent van a prémium shopba. Közben én itt várjátok egy kis türelmet, még elintézem a Rorsinak a szal. És komolyan nem értem, hogy mi a fasz van itt. Kisítsünk rá. Kis türelme. Kiléged bele így ebbe a szarba. Continue. Jó, Rossi, egy visszajelzést szeretnék kapni, hogy megkaptad-e, jó? Yes, megkaptam a visszajelzést, thank you, elment Rossinak a 3500 gold és 30 prémium nap, úgyhogy légy szíves, Rossi, lejelez vissza nekem, hogy minden fasza is királyság. Wargaming, your gift was sent dear. Hey, Strakwitz, thank you for purchase the gift in the wargaming.com. Premium shop of the fighting fucking asshole. Szóval, akkor azt mondja, hogy Rossi barátunk megkapta ezt a szekcionális muszkulális hematomát, te büdös kurva, megkaptad, te szar, egy évig itt voltál, most már nem is kell többet jönnöd. Tehát Rossi azt mondta, ha egyszer nyer, ő többet nem jön. Tehát meg is kapta, ennyi. Szóval, a következő pedig az lesz, hogy megvárjuk Spiti Lali Babi Papik, Hali Papik, aki nyalit, és ő fog nektek sorsolni egy 8-as premium tankot, úgyhogy majd beizzésztjük mindjárt a Nightbot. Addig még van időtök osztani, posztani a live-ot, követés, követés, like, like, és egyéb hasonló muszkulális hematómák, lassan megpörgetjük majd megint a chatet. És akkor látjuk, hogy mi a fasz van. Gratula Rossz, mert sírt itt nekem. Mondtam, hogy megjött neki, hát meg, egyszer nyerhető is, hát nem tudom én nyert, de na mindegy. Szóval gyerekek, az a lényeg, hogy ma kisorsolunk 3500 goldot 30 a prémiumra, és most kezdődik a sorsolás. 8-as prémium tank, bármelyiket választhatjátok a prémium shopból. Spiti Laci jóvoltából azt mondta, 70 like-nál ő felajánl egy bármilyen 8-as prémium tankot a shopból. Tök jó, kis pancser. Na mindegy, az a jó fej, tehát, igaz, tehát azért, ez nagyon ritka, én nem láttam még live-ba, hogy valaki felajánlott volna. De nem mondom ki a nevét, láttam egy like-ba, felajánlott egy geci nagy szponzor 500 goldot, geci. Nem! Háromszor 500 goldot ajánlott föl, többször. De borzalmas. És volt, amikor a haverjainak úsztotta ki. Na mindegy, kikölgöm magam, szóval Tom Sawyer, jaj. Szóval Tom Sawyer, ez neked szól, te nyerted volna amúgy. Nagyon figyeljetek arra, feliratkoztok a csatornára, ne privát jelleggel tegyétek. Tehát amikor feliratkoztok a csatornára, kaptok egy üzenetet, privát szeretném maradni, vagy nem. Soha ne legyetek privátok, gyerekek, mert akkor nem tudtok részt venni a sorsoláson, nem adom oda ajándékot. Tehát tiszteljük meg egymást azzal, hogy lássam ki fia a borja, vagy ne legyen ez, hogy ne tudjam, mikor iratkozta fel. Tök mindegy, hogy utálod a pofámat, és csak azért vagytok itt, mert sorsolunk. Ez egy ilyen dolog, ezen nincsen semmi gond. Legyetek itt, semmi gond, nincsen fasz a szarni bele, szól a zene. Csak ennyivel tiszteljetek meg, hogy ne legyen privát a dolog, mert akkor sajnos nem tudom ezt végrehajtani. 16 like-ról vagyunk a 100-tól, de így is kurva jó, hogy így van. Faszavaj, Patrik, Satu, neked is Hali Papi, Kakinyali Papi, Nyali Mami Zacsi. Csimbi kutya kurva! Uhuhuhu! Te kis herezacskó szűkület! Hát téged is látni, nyaljam ki a herezacskód. Na szóval azt mondja, hogy Spiti Baba visszajött. Így van. Hát Spiti Laci, légy szíves, mondd el, milyen indítatásból ajánlott fel a bármelyik 8-as tankot a prémium shopból. Már megteltem.
És igen, még egyszer! Ugyanez a hangsúlya. És még egyszer. Mert megtehetem. Várjál, most ezt folyamatosan mondogasd. Várjál, de tényleg, folyamatosan mondogasd. Föl akarod venni mi? Buzi. Nem, figyeld, mondogasd. Mert megtehetem. Kom, mondja. Mert megtehetem. Gyerünk. Mert gyors. Megtehetem. Mert megtehetem. Mert megtehetem, bazd meg! Ez a jelszó ma este, mert megtehetem, megettem. Énekel valamit? Én mit akarsz énekelni? De valami újat kéne. Nem, az izé alatt van, az sajnos izé, az licences. Az licences. Igen. Licences. Akkor is te énekeled? Mit? De én nem tudom. De csak ki hangodat. Jó, elénekelem veletek. De csak akkor énekelem veletek, hogy mind a ketten énekeltek velem. Úgy énekeljünk veled. Te lalalalalalá. Még nem kezdtem el, szóval 1 és 2 és 3 és 4. Szevasztok, Alipa, Pika, Kigyel is track mi streamban. Hát lemaradj Piti Laci, mert annyira összeszárta magát a rögést, hogy már ezt én is érzem. De nincsen ezzel semmi baj, nem leszünk énekesek soha többet. Pedig én tudom, hogy a szívem baj! Hú, bazd, neki kurva jó hangom van. Elvis Petting? Yes, of Elvis Petting? Elvis Petting. Petting, ne? Petting. Ez a macska engedi, mau. Szóval, Illés Gergő, Hali Papika, Kinali. A Rebecca picsaszájú, sveti pávás, koszos, levágott zsidó, fasza, mi ez? Íh, Gergő, imádlak. Tom, olyan szépen mondtad. Hát bazány, pedig nehéz volt kiolvasni. Tom Sawyer is kell. Megérített a lelkemet. De neki a na jó van, gyerekek, akkor azt mondom nektek, pörögjön a chat, gyerünk, punci, kaka, nyali, papi, kaki, nyali, szar, fos, herzacskó, és gombás lábúj köröm. Gyerünk, gyerekek, csapassátok, pörögjön a chat, pörögjön. Az már rosszul kezdődik. Barát. Egyre jó, jó nyomjátok. Gyerünk, gyerekek, pörögjön a chat, gyerekek, pörögjön, hogy a Nightbot érzékelje a rusnya pofátokat, és tudjunk sorsolni nektek. Na gyerünk. És ne felejtjétek el, egy nagyon fontos kezdeményezés Orionnak. Gyűjtünk Jack Daniels whiskyre, 1 euró a PayPal-ra. Ha valakinek van pofája, küld 1 euró, de komolyan gyerekek, én tisztelni, becsülni fogom. Valaki képes arra, hogy Orionnak küldjön, arra, hogy ott van, gyerekek, strachwitz@gmail.com, a PayPal címem, 1 euró gyerekek, semmivel se több, ha akartok 100 forintot küldtök, tök mindegy. Hozzuk össze Jack Daniels Orionnak. Lássa, hogy mennyire szeretitek, de komolyan ő el fog érzni, hogy elsírja magát, geci, de komolyan. Okay, én ezt tudom. Az legyen live-ba, Peti. Mi live-ba? Hát mikor elsírja magát? Ott lesz, csak okay. Azért mondom, meglepetésnek akarom, hogy addig gyűjtsük össze. Most itt a lehetőség, de hát úgysem fogjuk összegyűjteni. Na mindenben befizetek én annyit rá, megvegyük bele, ezt ráfogom, hogy a emberek vették neki. de ne áruljatok el, geci, mert hagyom be. Itt a live-on. Itt a live-on. Pörög a chat, kukipöcsi, pörög a chat. Mr. Sváci, Alipapika, Kinyeli, Papinyeli, Maf, Húj, Berre, Csincsinla és Tom Sawyer kalandjai, András Zoltán, Attila, imádom a magyar nyelet, Skill Hacking és Adam Sousa, Mr. Grandar and Caps Lock Channel and Laci Török és Tom Sawyer pörög. Na gyerünk, ez még rimelt is. Na szóval a lényeg az, közben csöng a telefonom, úgyhogy pörgessétek, légy szíves a chatet. Pörög. Tarvic bácsi, te elvittem, nem telefon? Puni-muni, nice. Segjük pöcsögtető. Köszi a hozzászólást. Nice. Uraim, 12-re vagyunk a 100 like-tól, ne csodatom. Elsírom magát. Komolyan gyerekek, olyan rég volt már 100 like. Hozzuk be azt a 12-t, ne basszatok már ki velem. Amúgy milyen sorsuljuk a 8-as prémium tankot, csak még húzom az időt.
Nem, nem húzom az időt. Na tényleg, gyerekek, nagyon örülnék, ha megvenne a 100 amúgy, de komolyan. Herez acskós leves. De melyik az instant vagy a sima? Makkos levesem. Hallod, azt mondja. Herez acskós leves. De azért kérdez, hogy az instant vagy a sima? Az instant a jobban járunk, ez kínai bóvenkedsz. Amúgy kell, mert mindig, mert néha, amikor így nagyon nincs kellene semmit tenni, mert itt rohadt szarak a németbe, és akkor veszek ilyen kínai leves, figyeljetek. De itt olyan a kínai leves, bazd meg, kinyitod az acskót, és kb. Ilyen 18 darab kis csomag van benne, egyszer, és nem tudom eldönteni, hogy mi mit csomag, érted? Tehát csípős, vagy zöldség, vagy ilyenek. A kínaiak megoldják, bazd meg, érted? Csirkéből csinálnak mikrocsirkét, bazdmeg. Olyan csirkét csinálnak a csirkéből, nem csirke. Porcsirke, érted? Porcsirke, bazdmeg. Nem csirke, tanuld meg, csike. De azt mondja, szia, elnézést, ez micsoda? Csike. És az micsoda? Kutya. Te kutyát nem lehet enni, akkor csike. Érted? Tehát... Ilyenek, geci. De tényleg ilyen. Úristen, 11 vagyunk a 100 like-tól. Úristen, várjátok. Most teljes csendet kérek, és hallgassátok, hogy örülök. Hallottátok? Fitma verés van. Tényleg nagyon élvezem gyerekek, nagyon jó fejek. 5 dislike. Már megértem. Dorbi, cső! Pörög a like! Pörögő, 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 pörögő! Jó van, öcsém, jó vagyunk. Na, szóval azt mondja, hogy megkapta. Rorsi kurva, megkaptad az ajándékodat, te büdös cigány? Mert látom, hogy visszajelölte az e-mailt, de te nem írsz vissza, meg akarod kapni még egyszer. Mi te retkes ribanc? Jó van, nálam nyertél. Látod? De nálam még nem is kellett annyira nagyon jó moderátorkodnod, hogy nyerjél valamit, mint ahol volt. Visszavették a lájkot és adtak egy diszklájkot. Hát nézd meg, bazd meg. Hát szégyentelenek vagytok. Hát szégyentelenek vagytok. Jó van, gyerekek, diszklájk nélkül nincs műsor. Vagy sorsoljunk, vagy menjünk. Hú, már 7 diszklájk. Hú, valakik megérkeztek. Nagyon nem jó műsor. Na jó van, azt mondja, pöri-pöri van, és mindjárt betoljuk a sorsolást. Mindenkit üdvözlök, mindenkit szeretünk. Tiborka, üdvözöllek, ne ajánlom ki a szádat. Ne játsszál az a long dark. Ne, Tibi, ne játsszál az a long dark abba, mert hú, bennek, nem tudom, nagyon gáz. Nem, tényleg nem. Nem tudom. Hú, ez tényleg szar ez a játék. Na mindegy. Nem, de legalábbis 9-en vagyunk a 100 like-tól, drága kenyér! Jó van! Lássuk! Lesz még egy sorsolás? Hát bazd meg, hát én igen, valami ilyesmire emlékszem amúgy. Aha. Akkor menjünk egy kört, utána sorsoljuk ki a 8-ast, aztán meglátjuk, hogy összejön a 100-as. Na, menjünk még egyet, akkor lássuk. Akkor menjünk még egyet. Közben pörögjön a chat, gyerekek, hogy folyamatosan élőben legyen a Nightbot. Beállítottam 15 percre visszamenőleg, úgyhogy mindenféleképpen pörögdessétek a chatet. Irkáljatok, hogy ismerje fel a Nightbot. Közben addig futunk még egy csatát. Milyen tankam? 8-asra megyünk mi? Amivel akarsz. Magyar 10-ak, léci. Jó van te. Statbaszó, direkt statbaszó, gyerünk. Basszopó, klikker, jó van. Rohadt kurva! Hát ez el kell bújni! Az a nehéz játszani! Nehéz, igen. Azt mondja, figyeld, Ádám szusza beszólása. Ja. Pördül. Ez nagyon tetszik! Azt mondja, pördül. Hát ez kurva jó. Ez mi a fasz? Pördül, geci. Hát ez nagyon jó. Na szóval gyerek, 92 like. Üzenet törölve. Igen, a Nightbot ráment Sigrind fuckerre. Szerintem valószínűleg a nevére ment rá. Pörög gecó. Gecis bugyi. Jó van, Bonyó, nem csalódtam benned, baszom az át. Jó van, azt mondja, Artibe, na itt hova álljak, csak ne a vízbe, mi? Két lábon. Hát, ja. Ez egy elég szopónyalóka. Figyelj, álljunk össze, mint a gecis bugyi, aztán jó lesz. Hú, rég hallottam már, ezt egy időben mondogattam amúgy. Én is. Pörögjön gyerekek közben a chat, mert jön a 8-as péntag sorsolás, és ne felejtjétek el, Starquiz TV Forever, iratkozzatok föl, követés, like, követés, és minden műsorban van sorsolás, 8-as prémiumták, vagy egyéb hasonló munkaságok, de nálunk nincsen 500 goldos nyeremény, mert abból még egy zoknit se veszel a tankba, bazd meg. Azt a kurva élet. De még egy cipőt se tudsz venni belőle az egy harcosodnak, bazd meg, de komolyan. Hétre vagyunk a 100 like-tól. Várjál, figyeld, nagy cselesek. Hallod, annyira imádom ezeket a diszlájkolókat. Figyelj, most direkt rátolták a lájkot. Kisorsod, és puff, visszanyomják a diszlájkot. Aki rohad állatok. Jön baj, bírom az arcukat. Van vér a faszukba, érted? De most ez a 95, ez a 93 like, átmenet diszlájkba, beszarnék, geci.
Jó. De lesz egy olyan műsor, összeszedünk 100 lájkot, és utána megkérek mindenkit, hogy nyomják el diszklájkra, geci. De komolyan, meg... Kajak. Mi ez a kúp ott a faszomba? Extra kúp a tankosnak? Vagy mi? Még burkifli, meg kávé! Menj már a picsába! A második világháború az Arctic-ba, az meg ezt csináltak, benyomtál egy kúpot, meg egy brióst, és már is jobban lőttél? Vagy mi a fasz van itt, bazd meg? A gyámix. Mit keres itt a hegy tetején amúgy csak úgy szimdró? Az igen, meg a faszopos, tarkós, kuró anyádat. Tarkós ez. Azt mondjam, Józsi lesz legalább, nem lesz olyan hülye, mint te, Rozi. Jó van. Na várj. Ugye az Orti 902-t baszott belém, most 903-at. Most mit panaszkodsz még ész, bazd? Ja, meghaltál, Lacikám. Hogy rőrülnek. Mert tudod miért van az, hogy a férfi megbassza a nőt? Nem akarok kiabálni. Mert jó. Nem rossz. Na végre, hogy 97-et sebeztem, bazd meg! Na, tessék, 97 sebzés! Jaj, jó lenne bebaszni az este, mint az állat, meg hányani a teraszról le a negyedikről valakinek a nyakába, aki majd összepörgeti a kukkoló járdán. Hát, nekem már volt olyan, ne aggódja. Tablettás bort ittam, bazd meg, még fiatalon 20 éves, azt fel akartam mászni egy évet, hogy elsőig sikerült, utána leestem. De jó voltam, minden boké volt. Már hanyas vagy, te köcsög? 4-es, geci! De várjál, hó, jaj, jaj. Gyerekek, lassan sorsolunk, nagyon figyeljetek. Ezután a csatótán 8-as pémtak, pipupák, kificzen. Várjál, azt a T-32-t már ránézek, mert annyira aktív, mint egy igazi buzi. Mint egy igazi buzi. Tényleg olyan aktív. De azt látjátok, hogy 4-en vannak felszpotolva az ellenséges tankok közül. Össze-vissza. Nem tudom. Persze, mert Terminátorok, geci. Ez a Skynet, bazd meg, hagyjad már, merre vesz, bazd meg. Na végre a lövébe belevertünk egy 328 kecske birkát. Gyerekek, ötre vagyunk a 100 like-tól, csapassuk, mint Atom Picsa Sör, pörök, 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 pörök. Gyerekek, a csetet ne hagyjátok cselben, mindenki írogasson folyamatosan. Ha akkor plusz még egy sorsolás. Jajajaj, AMX, megölnek! Segítség, segítség, geci! Segítség, segítség, gyorsan siessenek. De tényleg jöjjenek, bazd meg, kérem, Kend, Kend jöjjenek. Beszorultam egy Zetorba, az Isten bassza. Jaj, ne, 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 tihetveket! Jaj, jaj, jaj! Help, Mia! Vettem volna műpinát, vibrátoros masinát. Vibrátoros masinát, megbasznám a mariskát. Hi, that's the goal, that's it. Sziasztok, hali papi, kakinyeli, papinyeli, mami, zacsi, feliratkozás, like, követés, minden like-ban sorsolás, 8-as prémium tag és egyéb hasonló dolgok, vibrátor és egyéb hasonló dolgok, és Orion jó voltában pedig egyéb hasonló dolgok. Megint kiszopunk, mint Atom Picsa Sör. Na mindegy, ebben nem kell foglalkozni. A lényeg az, hogy 1 eurós támogatást kérünk Jack Daniels bevásárlásra, de nem jön össze, majd én megveszem Orionnak. De hát tudjátok, hogy akik itt vannak régóta a csatornán, tudják milyen Orion. Szüksége van a támogatásra. Orion amúgy külön, mert Orionnak azért jó a számítógépe, mert nem videókártya van benne, bazd meg, hanem egy viszkis üveg, geci. Tehát nagyon keményen tolja. Neki nagyon durva gépe van, bazd meg. Mi van? Benne van egy viszkis üveg. Így van. És amúgy a számítógép háza az egy a régi boros hordó, geci. Uh-huh. Tudod, az nagyon durva. Az a 15 literes, 20 literes. Ez a rózsaszín pitbull. 80. 80 vagy milyen 80? De most miért nem látok? 80. Foglalnak, geci. Várjál. De tényleg, 4-6, ezt még lehozhatjuk. De nem látom az enemit, bazd meg. Ki foglal? Várjál, hova lőjek drasztikusan? Ide kéne szél. Próbáld meg a legsarkát megvenni a fogbázis. A körnek a sarkát! Hát elmész a picsába, bazd meg! Lőd meg a körnek a sarkát! Ne, hát te nem vagy komplet, bazd meg ez! Azt mondja, lőd meg a sarkát, hát lőd egy a picsába. De várjál, tényleg hova lő? Ide? Várjál, ide? Esetleg? Ez egy kicsit lejjebb való. Nem, ott a bokornál vannak valahol. Eltaláltam! Eltaláltam! Ügyi vagy. Visszament egy percre, geci. Hú, nagyon eltaláltam. Várjál, még egyet oda dobok, és akkor fasza lesz a dolog.
Várj, köpök is egyet, mert akkor lejön. Pörögjön gyerekek, mert mindjárt 99 like gyerekek, de aranyosak vagytok, még visszavette valaki a diszklájkát, hogy meglegyen. Nagyon aranyosak vagytok. De tényleg, tényleg jó fejek amúgy. De tényleg jó fejek a srácok. Jó félek a gyerekek. 30 másodperc. Éle off! Jaj! Hát ki ez a gyerek? Happy papi papi csóla! Másodszorra ütöttem le a foglalást. Háli, dáli, háli, gáli, pipi, pupi, nyáli, mami. Kitolattál mi, te ribanc kurva. Különben itt a, nekem a jobb oldalon van egy kis kvázi fázi gyerek. T62 áll szerintem. Már megint visszament pofákodlankodni, bazd. Na már megint oda baszok egyet. Nem sikerült! Most mi? Úristen, kikapunk, geci. De amúgy sebeztem 557-et. Az mennyinek számít? OP. Ja, nem. De most komolyan, hova? Ezt nézem, hogy hova lőjek, geci. Na jó van, utolsó másodperc, figyeld. Ez most nagyon szindróma lesz. De most miért a köcsök fába lőtt ez a buzi kurva? Mindjárt úgyis meghaltunk. Amúgy egyedül vagyok már. Én meg itt vagyok. Hoppá, jó, van, itt van. Ott voltál. Adj neki. Ne! De. Most meghalok. Szerintem. Fogd be a szemed. Ez fájni fog. De 112-t még odaadtam, baszd meg! Azt mondja, Csang, kizártak tartom, hogy legyen visszaút az NB1-be. Nem csodálom, amúgy is szaredző voltál, gec. Na, VT a pancert. Az volt, a csank-csonk volt, nem? 90, megint visszavették a lájkot. Ha ne, kiabáljatok, legyen meg a 100 lájk, lécike, aztán jön majd bécike. Én élek egyedül! Éltem. Na gyerekek, akkor jön a 18-as tank sorsolás. Két csirke van a garázsban. Egyik hol a kakas, a másik csirke. Milyen garázs? Ez a három, sziasztok. Köszönjük szépen. Hozzátok még két embert, 100 lájk legyen meg. Mindjárt felhívom Orbán Viktort, geci. Nem vagyunk még elegen, bazd meg. Viktor, szop le, faszomat, köcsök buzi. Nem, politizálunk. Nem politizálunk. Mocskos kurva. Így van, mocskos radi. Nem politizálunk. Mert máma még nem tudtunk senkit. DJ Garaba. Uáj, ez már ilyen aszmás volt, geci. 7 diszkák, köszönöm szépen nektek is. Legközelebb rányítom az ablakot. Legközelebb oda megyek, visszajövök. Szóval, lássuk akkor kit sorsolok a Nightbot. Na Tomi, akkor sorsolás. Annyit kérnék szépen, hogy aki nyertes, akkor az írjon rád. Igen. Én be tudom itt mondani neked a nevet tőle. Majd, úgyhogy légy szíves majd. Igen. Valaki, aki megnyeri ezt a 8-as, így van, én elküldöm Spiti Lacinak, és Spiti Laci fogja Spiti. Elküldeni. Spiti, nem Spiti. Spitit mondtam, kutya! Hát hogy ejtsem a neved? Azért mondom, hogy nem Spiti, Spiti. A Spiti? Jó van. Igen, Spiti. De miért Spiti? Spiteller. De most mondd már meg. De most miért? Mert Spiteller az a nevem. A Spiteller, de hát ez egy ósvábis név. Tudom. Szóval Spiti Laci, ide kérdem szépen akkor a Spriti játékos nevet, és azt kérdem szépen még azon kívül, igen, hogyha megkapta a ajándékot, az ajándékot, igen, arról kapsz e-mail értesítést amúgy. Az STTV-re legyen olyan kedves és igen, tehát arra kérde, igen, így van, tehát akkor igen, ezt köszönöm szépen, és Rósi, te is légy szíves, posztolt fel a Strakvic TV oldalára, hogy megkaptad a szart, légy szíves, egy printskint készítsél, és rak föl, és ez egy nagyon jó dolog, Spiti, úgyhogy köszönöm szépen, és Spitinek is, aki megnyeri a 8-as prémium tankot, légy szíves, posztolja föl a Strakvic oldalra, a Facebook oldalra, hogy megkapta egy printscreen, faszomat, már beszélek, már össze-vissza, kiszobárba vagyok, na jó van, roll itt van. A nyertes Illés Gergő! Státusz privát! Beszoptad, Gergő. Gyerekek, még egyszer elmondom. Ha feliratkoztok a csatornára, de ezt tavaly is elmondtam, minden live-ban, amikor sorsoltunk, és a videókártya sorsolásnál, és minden sorsolásnál elmondtam, ne legyetek privát státuszba, mert nem tudom elfogadni. Tehát tiszteljük meg egymást, jó? Tehát ne legyen ilyen privát státuszos szarság, jó? Újra sorsol.
Márk Horváth, feliratkozás március 6, 2017. Gratulálok, Márk Horváth, választhatsz egy 8-as prémium tankot, légy szíves, írd ide a chatbe a YouTube-ra, hogy mit szeretnél kapni, és a játékos nevedet, és én továbbítom Spiti Laci barátunknak. Spiti Laci barátunknak köszönhetően egy 8-as prémium tank gazdája vagy, bármelyiket választhatod, ami bent van a prémium shopba, úgyhogy a legdrágábbat választhat direkt, jó? Oh my god, azt mondja. Tomi, tudod mit? Szarják gecit. Szarják gecit. Nyisd ki az esernyőt. Paszt meg. Most bazd meg, vagy paszt meg. Ez a játékos neved, de zavarba ejtő a név. Paszt meg. Ez komolyan, azt hittem, azt írja nekem, hogy bazd meg. Paszt meg. Igen, szerintem ez lesz a játékos név. Várjál, Spiti, ideírom neked. Oké. Okay. Privátba. Na, huncutkodsz már megint? Hát, veled csak. Igaziból. Privátba. Én elájultam volna a rossz. Lali. Ja, oké. Okay. Paszt. Baszd meg! Na baszd meg! Szóval lövét szerettem. Topi paste. Hashtag lövek úgy. Gyerekek, amúgy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm a sok lájkot, a diszklájkot is, mert hát anélkül nincsen live. Remélem, hogy a következőben is sokan lesztek, és osszátok, fosszátok a live-okat. Itt mindig lehet nyerni, mindig sorsolunk prémtankokat, mindenféle 30 nap prémium napnál nem adjuk alább, úgyhogy higgyétek el, hogy megérít lenni a Strakvic TV-nél. Közben itt azért kérdezem Márkot, hogy mi azt tud kér, vagy most nem írta le még, hogy milyen tankot kér? Még mindig nem írta le, ugye? Spiti... Hát, én még nem kaptam semmit. Spitikém, akkor én azt mondom, válasz ki egy tankot, és azt küld el, légy szíves neki. Jó, ezt most rád bízom, te ajánlottad föl. Válasz ki egy prémium tankot a garázsból, amit te gondolsz, amivel igazából legyünk korrektek, egy olyat válasszál. Amit ő szerette, azt. De nem ír nekem választ, tehát nem kaptam még választ, hogy mit szeretne válasz. Itt van még. Hát remélem. Márk úr, várjál, nézzünk rá a játékba, mill 00. Szóval keres rá a játékba, és írjál rá szerintem, hogyha fent van, akkor látjuk, hogy online van-e. Mindenféleképpen szeretném Márktól, hogy a Strakvic TV oldalára megossza a print screen-t, hogy megkapta a tankot. Ez egy nagyon nagyon 0-0-0. Így van. Mill 0-0-0. Mill. Én is rábízom. Azt mondta Márk, hogy rád bízza, hogy milyen tankot küldesz. Nem, válaszol ő. Nem, Márk, válasszál, légy szíves. Nem, ez tényleg, Márk, válaszál nyugodtan. Itt van Spiti Laci. Ő mondta, felajánlotta, bármelyiket választhatod. Légy szíves, így. Mill 0-0-0. Így van. Mill 0-0-0. Nagy M, aha, kicsi I-L-L, és 0-0. Így van. Szóval, légy szíves, Márk. Menj be a prémiumba, a játékos nevem mi Mill 00, igen, ezt tudjuk, és légy szíves, írj egy tanknevet. 8-as prémium tank, bármelyik lehet a garázsból, ami bent van a prémiumosokban. Légy szíves, írjál mindenféleképpen egyet, mert ez így akarjuk, hogy ne az, hogy mi válasszuk ki. Laci azt mondta, bármelyik lehet, akkor légy szíves, írj egy tanknevet. Légy szíves, Márk.
úgy érzem magam, mint amikor rábeszélek egy csajt, hogy légy szíves, fogd már meg a kukimat. Tehát tényleg, tehát Mark, légy szíves, fogd meg a kukimat, és válasz egy tankot. Tehát... Na jó, amíg válaszol, akkor eddig egy kört megyünk, jó? De itt azért fikcionálom, mert hallod, nézd meg, figyeld, te figyeld, 95 like, 10 dislike. Nagyon rég volt már dislike-om. De gyerekek, nem értem, miért bántotok engem. Tehát nem bántok én senkit nem, már. Nem volt a 100 like. Nem számít már a 100 like sem, nem azért mondtam, hogy meglegyen, mert igazából leszarom, hogy mennyi a like, csak ez ne legyen meg megint, mert nincs rá szükség, tehát. Valakinek nem, így van, Szani Beleszóza, nem számít, nyugodtan diszkálkoljatok, gyerekek, nem erről van szó. Úgy jöttem vissza ebbe az évbe, hogy én senkinek nem bántok, senkivel nem akarok rosszba lenni, úgyhogy... Csak good bad-del. Nem akarok good bad-del, nem vagyok én good bad-del se rosszba, nem akarok én senkivel rosszba lenni, meg senkiről véleményt alkotni, meg semmi ilyesmit, úgyhogy... Hát lett volna sorsolás, hogy a 100 like megmaradt volna, de mivel úgy látom, hogy most már csak a diszkálkolók játszanak a lájkokkal, ezért úgy gondolom, akkor inkább nem sorsolunk többet. Ezt a 8-as tankot még mindig várjuk. Vézi 120. Tomikám, lehozom közmunkázni őket. Daniel, az meg. Sokan sírnak, ha nem nyertek. Hát figyelj, legközelebb. Én azt mondom, nálam mindig van lehetőség nyerni, tehát ezzel nincsen semmi gond, gyerekek. Legyetek itt, iratkozzatok föl. Addig, ha csak akkor jöttök a sorsoláson, rátok bízom, nem kell végignézni a műsort. Gyertek ide, amikor itt van a sorsolás. Beírjátok, hogy fütyi herezacskó, és részt vesztek rajta, szarjátok le, ne foglalkozzatok vele. Közben nézem, VZ120 GF-et kér Mark. Egy VZ120 GF-et kér, én úgy tudom, hogy ez a új francia páncélvadász. Francia? Így van. Hát mégsem vagyok annyira öreg ebben a játékban. Csak buzi. Ja, bocs. Ez ki mondta? Nem, ja, senki. Mocskos, húsebőöö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 
egy! Kettőt fizetsz, bazd. Egyébként a WZ 121 GFT, nem tudom mikor volt francia. Nem, akkor China vagy Japán, vagy valamelyik ilyen ázsiai geci, nem? China. Azaz China, jó van. Jó. De én nem tudom miért mondtam franciát rá, amúgy múltkor is azt mondtam először. Ja, bocs. Te még egyszer lebuzizol, kibaszlak, geci, mint macskát szarni. Most okay. Ilyen, ne érjél hozzám, ne simogassál, geci. Hozzád se értem. Nem, de fogdossál, baszd meg. Te rohadt kurva. Azt mondja. Jó, akkor légy szíves, posztol már ki már. Igen, mil, 0-0. Így van. Akkor egy WZ 120 GF-nek a nyertese, hello, nem tudom ki voltál, de gyorsan leléptél. A lényeg az, hogy légy szíves, posztolod a Stakvic oldalra majd, jó? Jó, már megint lejött a diszklek, jó van, köszönöm szépen. Azt mondja, a WZ román. Jézusom, szörös talpú tank. Tomi Mester elküldött, akkor mit küldek el, várjál? Tomi Mester elküldött nekem akkor a fajta. Persze, Gyula! Hogyne, persze! Ne viccelj már, hogyne küldeném el neked. Orion ígérte, hogy áll egy FV4202 Gyulának, hát azóta is állja. Tehát jól áll, úgyhogy mondtam Orionnak, hogy hülye faszopók nem nyernek és diszklájkolnak. Csin-csin. Nem kell. Gyerekek, mindenkinek szuvenír joga az, hogy mit tetszik a műsor, vagy nem. Én is nézek műsorokat, dediszklájkolom, lelájkolom, bár általában én inkább lájkolni szoktam, nem szoktam senkit lediszklájkolni. De mindegy, gyerekek, nincsen ez a... Mikor lesz a kövi live? Kélek szépen a következő live, ahol lehet nyerni kurva sok mindent, mert ott tényleg kurva sok mindent lehet majd nyerni. Kisorsunk majd egy Razer gamer billentyűzetet is, mert most van itt a raktáron. Úgyhogy meg mellé 8-as prémium tankot is, meg még Spiti sorsol, 3-at mondta nekem így műsor előtt. 4-et. Bazd meg, most ne áruld már el! Faszom. Ja, igen. A 3-at. Neked, szia Ilmikém, üdvözöllek, halipapika, kinyalipapinya, limamizacsi. Ádám Kovács, neked is egy ilyen jó fingós gőzt kívánok, amit most küldtél nekünk. Úgyhogy légy szíves, majd Márk posztolja te is, meg Rorsi, légy szíves, te is posztold a Strakvis csoportba, hogy megkaptátok a cuccot. Én azt mondanám, hogy beoffoljuk az adást. Köszönjük, kínai, így van, köszönöm szépen, öröm volt hallgatni titeket, köszönjük szépen, Péter aranyos vagy. Csoki Kirika is benézett hozzánk, Orion valahol megint Biatorbágyon részegeskedik, mert mindig van valakinek szülinapja. Már szerintem már csak ráfogja, hogy ijasson, de ez nála már megszokott.
Remélem a következő live-ban biztos, hogy itt lesz, úgy majd úgy próbálom összehozni neki is, jó legyen. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a lájkokat, srácok. Sajnos nem lett meg a 100, annál több dislike, de majd reméljük a következő műsorban minden fasza lesz és királyság. Annyit kérnék tőletek, legyen most egy kis regressziós, hipnózisos rádiócsend. Elbúcsúzok, lenyomom az intrót, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!